Dani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt, pontosan 14 perccel. Jó reggelt, mindjárt, várjál, csinálom, ez egy kirakós játék ez a füles. Minden reggeli füles kibogozásunkat ad meg nekünk ma, ámen. Hello, Feri, jó reggelt, kívánom mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, messzi távolban tőlünk. Vagy pontosabban nem, hát nem 10 millió ember van távol tőlünk, hanem 2 van távol tőletek. Nagy kirándulás lenne, ha ti mennétek, igen. Mi hárman maradnánk otthon, meg is ült. Igen, kicsit kiürülne az ország. Igen. Jaj, Istenem, hát hogy most még milyen jó hűvös van, és aztán egy óra múlva már milyen idő van itt bent, nem? Itt is, meg kint is. Egyébként tegnap mondjuk felhős volt az ég egész nap, de ilyen párás, füllet, facak idő volt. Szerintem ma is az lesz. 4 embernek köszöntem már a reggel, egyébként már mindenki, igen, tudjuk, hello, igen, csináljuk a kávét lent, már indi, recepció, kulcsot vesz át, add le. Figyelj. Lassan megszoknak téged itt. Konkrétan, én már úgy kérek szobakulcsot, ha bent hagyom, hogy nem is kell nevet, tudod, ha bent hagyod egy szobakulcsot. Parancsoljon, uram. 4.42, nem tudom, már csinálják is, igen. Na, hát ami Jani nincsen, szerintem ezt már azért tegnap elég sokan hallottátok. Illetve aki pontosabban nem, annak mondjuk, hogy a mi Jánosunk, ugye az a sok csokoládétorta. Vagy ki tudja mi. Az. Vagy ki tudja mi. Igazából kórházba került ő tegnap, és ha minden igaz, akkor ma már kiengedik. Tehát senkit nem akarunk megijeszteni, jól van. Végig kísértük a fejleményeket. Ott voltunk végig, mindent megtettünk, amit megtehettünk. Mértük a lázát, itattuk a verejtéket, a homlokáról tartottuk a homlokát a fajansz fölött, ahogy hányt bele, fúj! Igen, itattuk, etettük, és hát ő tegnap délelőtt adás után nem sokkal kórházba került, és hát reméljük, hogy ma már egyébként kiengedik, minden kötelező és lehetséges vizsgálatot lefuttatnak rajta. És úgy néz ki, hogy ma már szerintem kora délután vagy délutáni órákban kiengedik. Nincs a nagy vizit után. Nyilván a papírjára, amikor nem figyelt egy kétoldali tükrözést, én még ráírtam. Azt én csodálkozott is, mert én vele voltam tegnap egész nap délután, hogy te ezt meg tudod mondani, hogy alulról miért mondom, úgy mennek ma már föl a gyomorba. Sajnos csak így tudják megnézni. Ez úgy, egy új módszer. Volt egy kis meglepetés. Hát nem mondom, hogy nem hozta ránk a frászt egyébként, nem mondom, hogy életünk legkönnyebb napján vagyunk túl, mert hogy ez hazugság lenne. De a végeredmény szempontjából azért, és ami tényleg a legfontosabb, az az, hogy jól van, és minden lelete negatív. Egyszerűen egy kis kimerültség, és valamiféle kis gyomorpanasz az, amit helyre kell hozni. Beadtak neki mindent, amit belehetett, úgyhogy jól van. Körülbelül ugyanaz egyébként a helyzet, mint amikor mondjuk az egy reálisabb kép, mert ugye Dél-Afrikában viszonylag ritkábban kirándulnak az emberek, de azért szerintem nagyon sokan voltak már Magyarországról, Egyiptomban, Jordániában vagy Tunéziában, ahol szerintem minden turista csoportnak legalább a 30%-a elkapja a hasmars nevezetű betegséget, mert ugye olyan ételekkel találkozol, amit nem szokott meg a gyomrod, plusz az összes olyan organizmus, ami benne van a kajákban, az tök idegen a mi szervezetünk számára. Mert mi Európában élünk, ismerjük a sült csirkét, ismerjük a, nem tudom, a grenadírmarsot, meg a tyúkhúslevest, érted? Ehhez hozzászokva a kis szervezetünk, kimész idegen helyre, elkezdesz zabálni mindenféle hülyeséget, mert ugye ráadásul ott a terített svédasztal, és bekapsz egy olyan kis vírust, ami meghagyja a hasadat. Tehát körülbelül ugyanez van a Janival is, csak amikor Egyiptomba mész, akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, jó, persze, egy kicsit meghajtotta az embert az ottani kaja, meg az ottani levegő. Ha Dél-Afrikába mész, akkor nyilván mind kezdünk el okoskodni, mind a ketten, a két doktor, tehát doktor Sebesi és doktor Rákóczi. Fie, szerinted malária? Már biztos, hogy ne, szúnyog megsípte, kint voltatok a dzsungelben, Bari, láttad a szúnyogot? És ment az okfejtés, tehát a két nagyon okos ember, majd megérkeztek azok, akiknek ez a szakmája, és akkor mondták, hogy nyugis rászok, semmi nem, baj. Ez nem az. Kicsi fölkötjük az infúzióra a fiút, és tényleg minden egyes eredménye rendben van, úgyhogy nyugodjatok meg. Jani szerintem holnap már ugyanúgy itt lesz, vagy lehet, hogy már ma este is adásban a televízióban majd látjuk. Igen, abszolút. Szerintem hát, talán még ma este nem, még azért pihennie kell, de holnap már egészen. A papagáj be tud ugrani a helyére? Ketten nyomtuk. Jó, azért, meg gondolkodj, mert ugye mi itt nem tudjuk nézni a műsort. Ott volt a jó, kis barátom. Na azért. Ott volt, úgyhogy ketten lenyomtuk, nagyon hősiesen. Segített nekem, most nem akarta lezabálni a gombjaimat, nem mászott a vállamra. Szétszette ugyan az adásmenetet egy olyan pillanatban, amikor pont rá kellett volna néznem. De nagyon-nagyon-nagyon kis, egy nagyon-nagyon aranyosan helytállt. Tehát ő is érezte, hogy egyedül vagyok, és
és ez kicsit megrázott, úgyhogy ott volt végig velem a kisbarátom. Azonnal beugrott és igen, hozta a szerepet. Ha már a másik kisbarátom hiányzott, akkor jött az újonnan szeret kisbarát. Egyébként, ami megdöbbentő, és amiről azért érdemes néhány mondatot beszélni, az az egészségügy. Szóval, hogy hát itt mindenki mindent gondolt ugye Dél-Afrikáról, meg arról, hogy milyen helyre jövünk, meg úristen. Aztán most már azért egyre jobban látja az ember, hogy egy az egybe Amerika. Igen, benéztem. Tehát, hogy igen, hogy iszonyatos a kontraszt erről, ugye mi sokat beszélünk, hogy milyen szegénység és milyen gazdagság, és az autószalonok mellett erre a 200 ezeres városa van 10 darab autószalon, 8 darab bevásárlóközpont, közben pedig 10 perccel a város után már ott a nyomornegyed. Tehát a kontraszt elképesztő, de az egészségügy és az, ahogy ők ezt intézik, az hát nekünk nyilván meglepő, nyugat-európai országoknak, vagy az amerikaiaknak talán kevésbé, de hogy döbbenetes, képzeljen el mindenki egy, hát én mit mondjak, egy Beverly Hills-i szállodához hasonló olyan kórházi épületet, amiből ugye egymás után fölfelé a hegy felé több van, egy sorompós beengedő rendszert a pálmafák között, majd pedig megérkezel, hogy körbenézel, hogy a bőröngyeidet mikor veheted ki, becsekkolnál és elfoglalnád az egyik szobát, mert hogy egész egyszerűen az ember esze megáll. Az ember esze megáll. Nem tudom, hogy milyen alapon működik itt a társadalombiztosítás, vagy hogy. Azt mondták, hogy egyébként ez nem egy magánkórház, ez a Nels Pruiti kórház. Én azt hittem, hogy ez magán. Nem, képzeld el, hogy nem, ez a Nels Pruiti kórház, amit egy egészségügyi ilyen medical aid kártyával tudsz te igénybe venni, aminek nyilván van egy valamennyi előfizetése, de valószínű ugyanúgy, mint Magyarországon mondjuk a TB. Hát onnantól kezdve, hogy öltönyben, zakóban vagy zakó nélkül, de nyakkendőben jönnek az orvosok, hogy a vízautomata, a tisztaság, az ágyak, a kinézet, a kulturáltság, a modernitás, hát az valami döbbenet. A kedvesség. Hát a kedvesség. Volt. Azt mondtam, akkor nem is voltál ott, éppen kint álltunk az épület előtt, a taktikai megbeszélést tartottunk, hogy hozzunk el, hogy hozzunk el a Janinak valami ennivalót, vagy jó lesz az, amit kap, akkor még nem tudtuk, hogy az ellátás is egészen különleges a kórházban, és odaérkezett hozzánk két nagyon csinos, ilyen középkorú hölgy, rendesen kis kosztümben, és elmondta, hogy jó napot kívánunk, a head office-ból jöttünk, én ezt nem értettem, hogy mi lehet az, de aztán elmondták, hogy az egyik a gazdasági igazgató néni, a másik a kórház vezetője, és hogy ők már tudják, hogy mi itt vagyunk nagyon régóta, hoztak nekünk vizet, ők, pallackos vizet, és hogy tudnak-e bármiben segíteni, hogy dinamikusan és lendületesen menjen előre, ami Jánosunknak a sorsa, érted? Tehát nem azért a titkárnőt küldte ki, vagy nem egy szegény ápolónő jött oda hozzánk, hanem a kórház vezetését, lehet, hogy ezt annak is nyilván mindenkihez nem mennek oda, de hogy tudták, hogy mi nagyon messziről jöttünk, és hogy ha van valami segítség, amit ők meg tudnak még adni, akkor legyünk kedvesek és szóljunk. Mindenki halál aranyos volt, de végig, ahogy kérdeztél valamit, akkor rögtön jöttek, már is utána nézünk, már is segítünk. Biztos ez fizetés kérdése is, de szerintem mentalitás kérdése is, hogy ki hogy áll hozzá ehhez a dologhoz. Mentalitás kérdése is, igen, a váró, a kortelmek, ahol a Janit ellátták. Szóval, hogy egész egyszerűen csúcs kérdéség. Döbbenet, tényleg, komolyan mondom. Az ember így magyarként, hát ugye azért láttuk már, meg ismerjük a magyar egészségügyet, hogy milyen állapotok vannak, mondjuk egy János kórházban, vagy tényleg Margit kórházban bemész, hát az omladozó falak is és az ellátás az megpróbál jó lenni, de amilyen körülmények között kapott ezt az ellátást, meg amilyen kórtermek vannak. Szóval, hogy döbbenetes. Menő volt. Szájtátva bámult az ember ott a nagy sokhatás közepette, nyilván amíg ott intéztük a dolgokat, közben azért az embernek így az átfutott az agyán, hogy úristen, hol van? Nem? Igen. Hogy hol vagy, hogy mennyi előítéleted volt Dél-Afrikával kapcsolatban, és közben mennyire mindenkinek így kéne, hogy működjön, vagy mennyire mindenhol így kellene, hogy működjön, nem? Hogy azért fizetsz adót, fizetsz társadalombiztosítást, és hogy az a fajta kiszolgáltatottság, az nyilván ott is megvolt, meg tegnap ezt az ember ugyanúgy érezte, amíg ott voltunk a Janival, bent a kórházban, de mégis az egésznek a légköre, meg az alapfelállása az egyszerűen az, hogy te azt érzed, hogy egyszerűen nem te vagy értük, mint beteg, hanem ott a jó kezekben vagy érted vannak, és mindent meg fognak oldani. Segíteni akarnak ők azért. Leültetnek, kapsz egy sorszámot, elmondják, hogy mikor jönnek. Kijön a doki, nem hittem el, nyakkendőbe megérkezett. Mosolygott, egy fekete doktor volt, megjött, dumált, mondta, hogy mi van. Töltötték, csinálták, hihetetlen. És láttam, hogy a többi beteggel is ugyanígy kommunikálnak, tehát voltak dél-afrikai lakosok, valakinek ezért, ugye mi a sürgősségére értünk be, és hát ott mindenkit el kellett látni.
mindenkihez három darab jó szó, meg a mentőkocsi, meg a felszerelés, szóval, hogy hát fényévek. Ja, és nem volt kérdés az elején, amikor beértünk a Janival, akkor nem volt semmilyen kérdés, hogy most akkor ő kicsoda, azonnal a megcsinálni azokat, amit meg kell, kötelezően, tehát a vizsgálatokat, és akkor utána jött a kérdés, hogy ne, akkor ő kicsoda, van-e biztosítások, elkezdtünk ezt intézni. Ami nagyon érdekes volt, mert ugye ilyet magyar kórházban nem nagyon látsz, hogy bemész a recepcióra, és ki vannak rakva kis formaldehides üvegekben a helyi állatfaj azon részei, akikbe te belehalhatsz, tehát a kígyók, volt egy ilyen 15 cm-es százlábú, meg skorpió, és akkor ott kiderült, hogy az azért van, hogyha téged valamelyik megmar, akkor rá tudjál mutatni, hogy ő volt az. De még így fél szemmel rád ugyanis. A balról a második. Igen. Jobbról a harmadik. Jobbról a harmadik, mert akkor azt a szérumot adják. Igen, a pöttyös, a zöld. Igen. És hát ugye mindez egyébként, hogy látja az ember, hogy kijössz az egyik részről, és akkor picit így közben én ott körbejártam, és hát láttam, hogy az épületek egymás mellett fölfelé a hegy felé egyébként, ugye gondolom a különböző részlegek, különböző osztályok mennek tovább, és hát szóval, hogy hát döbbenet. Hogy neki soha nem lesz nekünk ilyen. Hát vagy, lesz egyszer, vagy egyszer, majd egyszer majd kiszámoljuk. Igen, csak akkor itt már nagyon jó lesz, vagy még ennél is jobb lesz. Úgyhogy a lényeg az, hogy Jánosunk nagyon jó van, külön kis szobácskát kapott, van vegetáriánus koszta. Ezt csak akarom jelezni, hogy ő ugye azonnal mondta, hogy mondták, hogy azért magam most nem nagyon gondolkozom még evésen, mondták tegnap, hogy ma reggel már majd kap valamit, de hogy értik, hogy ő enni akar, mert a mi Jánosunk éhes, plusz a csoki tortáját még be akarta rendelni, tegnap mondom, hogy hülye vagy, hát most van, gyomorba jön. Igen, még egyetlen egy hátrány volt, illetve több is azért, amikor hívtuk a mentőt, azért az kemény volt, és 3-4 óráig nem jött semmi. Tehát azt például én nem értettem. Én nem tudom, ugye ahol rosszul lett az egy bevásárló központ, és ott mi a biztonsági őröknek szóltunk, vagy te szóltál pontosabban, igen, meg talán aztán a Viki is elkezdett ott én szóltál. Nagyon harcoltam velük, hogy mire várnak, és hogy induljanak már. Ők azt mondták, hogy ők nem tudják egyből a mentőt hívni, ők úgy csinálják, hogy van egy call center, és hogy ők a call centeren keresztül, most ez vagy a saját call centerük, vagy egy 112-es számszerűhöz hasonló, de nem értettem, hogy miért mondta, hogy ők nem tudják direkt behívni a mentőt. Ugye a call centerben hívták, és a kolléga a call centerben, tehát valószínűleg felszóltak a plázába, és a plázás call centeres. Az mondjuk megdöbbentő volt. Ott várni. Az tehát megdöbbentő. Aki végül is kiérkezett, az a mentő a két csajjal. Azt a magyar csajjal. Azt ugye azt mi intéztük. Azt mi intéztük, egy másik vonalról intéztük a mentőt, igen. Az RTL stábon keresztül, tehát az megdöbbentő volt. Mint ahogy egyébként az is, hogy ugye, ahogy Jánosunk rosszul lett, és azt mi utólag konstatáltuk egyébként, hogy oda jöttek hozzánk, csak mi ott a nagy ijegységben azért sokkal több minden másra voltunk elfoglalva. Igen, mert hogyha ezt én észreveszem, ma már én börtönbe ülök valószínűleg. Igen, én se értettem, hogy miért, és én csak megköszöntem, hogy próbál segíteni, meg szóltam neki is, hogy most nem utogasson, hanem mentőt hívjon, mert szerintem nagy a baj. És elkezdtek minket kizavarni, hogy menjünk innen ki. És utólag jöttünk rá, hogy ugye János rosszul lett, és hát szerintem, akik minket kizavartak, azok teljesen reflexzerűen azt gondolták, hogy ez egy olyan fertőző betegség, amire ott mi ugye nem is gondoltunk. Bizony. A János ebolás már mi is. Igen, meg vagyunk, akkor együtt megyünk oda átra. Akkor már együtt fekszünk karanténban mind a hárman, igen, hogy kizavartak. Tehát, hogy milyen szinten él azért az emberekben, főleg itt a félelem, ahogy úgy is egyébként, hogy bemész a dél-afrikai kórházba, és ott van az ebola térkép. És azonnal azt fogad, hogy melyik a nagyon fertőzött, a kevésbé fertőzött, a veszélytelen zóna Afrikán belül, de hogy abszolút nem jöttek oda segíteni. Amikor ez elhangzott, ez senki, a mondat, csak a stábunk segített. Amikor egy nő lejött valahonnan, nem tudjuk honnan, és ő kezdte el ott egészen erőszakosan ezt mondani, hogy azonnal menjünk ki. Nekem én akkor azt hittem, hogy megjött a mentő. Igen. Én rohantam ki a Janival, megjött a mentő, de jó, mehetünk. És utána, mikor vártunk a mentőre még fél órát, hogyha nem azért, akkor esett le, hogy kizavartak bennünket, pont azért, igen, hogyha ez fertőző betegség, és akkor azért mondtam az előbb, hogy én ma már börtönbe ülnék, ha ez leesik, mert én úgy megütöttem volna, hogy öröm lett volna nézni. Nem esett le, hogy, igen, ez hogy mit akar. Igen, hogy megjött a mentő, ugye ráadásul nem is angolul beszélt, hanem 8 fajta dialektusban beszélnek, vagy az angolt is keverik egyfajta törzsi nyelvvel, hát ott volt mit megoldani, úgyhogy nem ezzel foglalkozott az ember, és utólag, amikor te mondtad, akkor tettem össze, hogy egyrészt azért nem segített ott nekünk senki, csak nagy ívben, vagy tovább mentek, vagy egyszerűen
elkerültek bennünket, és azért zavartak ki, hogyha a János esetleg valami nagyon komoly dolog történik, akkor nehogy ott benn megfertőzöm mindenkit, és azonnal próbálták szeparálni, eltenni, arrébb tenni, kitenni, hogy menjünk a jó levegőre, mert ott kevésbé terjed. Tehát azért közben ilyen szinten benne van az emberekben. Jaj, nem nyúlunk maga, hozzá, nem segítünk, igen, old nem meg. Nyúlunk, nem segítünk, old meg. Idegen, nem közülünk való, nem. Inkább nem. Mert ha ebolás, akkor. Ami ott nekünk nyilván reflexzerűen, ugye, hát kit érdekel, mert hát eszünkbe se jut meg, hát az ember ott azért önkör megpróbál gyorsan intézni dolgokat, nem arra gondol, hogy te Feri. Adjuk ott, adja, szerintem mi lehet ez szerinted? Mert ha az, akkor viszont nagy bajban vagyunk, ugye nyilván persze nem. Így történt a dolog. Úgyhogy voltak érdekes momentumok, de hát a mentővel is akik megjöttek maga a személyzet. Tehát ott elkezdték gyorsan ellátni Jánost, megcsináltak mindent, amit meg lehetett. A mentőautó felszereltségét nyilván nem tudjuk összehasonlítani a magyar mentőtől, mert ahhoz nem értünk, meg szerintem azért azok otthon is nagyon jól felszereltek, de a tájékoztatás, a kedvesség, az azonnali kommunikáció, szóval, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ami aztán nyilván szerintem a magyar mentősöknél is megvan, mert az nem egy anyagi lehetőség, hanem egyfajta adottság, hogy az ember mondjuk hogy viselkedik a betegekkel. De hát ámultunk, bámultunk a nagy ijegység közepette azért. A kórházban mindenféleképpen, meg én aztán Janin is később, mert ahogy jobban lett, akkor azért rögtön elkezdte mondani a dolgait, mert ugye fölhívtuk az ő kedves feleségét, hogy nincs semmi baj. Tőlünk tudja ezt meg, az én telefonomról, ezt az én telefonomról tette meg, és mondta, hogy beszélgettek egy 10 percet, mondta, hogy Jani, azért érted, ez körülbelül 6000, tehát hogy ezt azért intézzük már, ha bármi van, és én most szeretném, mert ha mégis elköltözöl, akkor nem maradjál adós. Majd kivette a telefonjából a céges telefon, vagy a zsebéből a stáb telefonotokat, beszélhetsz 12-t. Tehát magához. Akkor már jól volt. Igen. Már jól volt. Az már egy jó jel volt. Igen, volt egy hosszabb idő, amikor... Na, úgyhogy a lényeg, hogy jó van Jánosunk, meg egy új szegletét láttuk. Hát most mikor jutsz te el a Nelsz Priority kórházba? Képzeld el, hogy... Soha. Igen. Ennyit még nem láttál a városból, mióta konkrétan az volt, hogy ugye kísértük a mentőautót, közben rohantunk vissza a Jani útlevele, stb. Mindent intézni, tehát így mindenki nagyon jól szuperált, így a saját stábunkon belül, mert azonnal leosztottuk a feladatokat, és mindenki jött, ment, szálloda vissza, a papírok, biztosítás, stb. Meg hát nyilván a kinti magyar stáb is nagyon sokat segített nekünk, mint ahogy ők hívták a mentőt, ugye egy dél-afrikai is stábtag segítségével, hogy így láttam embereket, képzel. Látod, hogy nem csak a stábod van itt, meg a cellemnek, meg a papagáj. Hogy egyébként így azon az asztalon kívül, ahol állok, a bátorság próbálkozom, ami az asztaltól 30 méterre van, és a szállodán kívül félértés esik, nem nagyon sajnálat, de hogy is, csak be tudám szűkülni azért az ember tudata rendesen, hogy tegnap így láttam, hogy hol vagyok. Ugye? Hogy milyen érdekes. Igen, 2 hét után megnéztem, hogy mi ez a város. Kimozdultam, nyilván nem az volt a legkisebb bajom, hogy most akkor kimozdulok, vagy nem. Láttam fákat, embereket, más típusú autókat, láttam egy stadiont, de le voltam nyugodtan. Ott játszották, képzeld el a foci VB-t amellett. Igen, hihetetlen. Láttam 4 autószalont, meg 3 új bevásárlóközpontot, egy fél vasútállomást, és egészen azt mondtam, hogy micsoda impulzusok. Hát mennyi impulzus van itt? Már is, hogy megváltozott, kinyílt a világ. Igen, mert hogy azért itt az ember 2 hete lassan tényleg a szálloda, a bátorság próba és az esti szett között ingázik, és nincs is nagyon más lehetőség elmenni. Este nem is olyan arcát mutatja a város azért, hogy mehet. 2, hogy tényleg hát az ember nem tud fizikailag sem menni. Hogy így tegnap egyszerűen egy téridő ugrást hajtottam végig. Látod, kinyílt a világ. Köszönjük, János! Döbbenetes volt. Mondtam is neki, hogy figyelj, nem értem, hogy miért vetetted ezt az egészet, hogy kicsit kimozduljunk már ebből a háromszögből, amiben vagyunk, bár még ez egy hónapig áll. De hogy igen, láttam azt a várost, ahol vagyunk, ami egyébként nem egy annyira nagyon szép város, és hát végig a végletek. Szóval, hogy az utcán kolduló emberektől kezdve a 30 milliós jeepekig és a szögesdrótos, gondolom 100-150 milliós házakig, vannak szép részei. Bizony, és a kórház fölött van a Beverly Hills. Azt láttam. Az ilyen pálmafás, az úgy néz ki tényleg, mint Los Angelesnek a hegye, tehát ott a hegytető, ahol ugye laknak, hogy az valami elképesztően szép. Nagyon sok milliárdos lakik itt állítólag. Na miért költözöl ide? Jó, a levegő? Nagyon, ha tudod, hogy hova nem szabad menned, akkor állítólag egy nagyon-nagyon-nagyon élhető, nagyon nyugis, amit egyébként mi is érzékelünk. Ugye rettenetesen élhető város. Hogy nagyon sok alaknak.
külföldiek is, amerikaiak is, akik jönnek ide. Tegnap találkoztunk este egy angol nővel, ő a fiát hozta be, ő most már itt él 15 éve, abból írt a doktori disszertációját, hogy a szélesszájú, azaz a fekete orrszarvúk párosodás előtti útvonala az keresztül vezette valami patakmedren, vagy nem. Azt hiszem, körülbelül ezt magyarázta el, Edith próbálta megérteni, mert van egy emberünk, aki nagyon-nagyon jól beszél angolul, ő velünk volt, és mondta, hogy itt már azért ő is kihagyott. Tehát, hogy a doktori disszertációnál, na ő itt élt 15 éve körülbelül, és azt mondja, hogy imádja, hogy nagyon jó. Angliához képest mondjuk nyilván kevesebbet esik az eső, vagy itt kevesebbet esik, illetve élhető kaják vannak, meg ehető kaják az angolokhoz képest, már jó vagy nem, meg a fekete orrszarvút, ha kutatod, akkor az itt több van, mint Angliában. Igen. Szóval szeretnek itt lakni. Igen, egyébként nagyon-nagyon jó légkörű hely, meg nagyon jó kisugárzású hely szerintem. Tehát, hogy érdekesett volna, tegnap azon gondolkoztam a TV témája után, hogy mondtam, mi az, ami hiányzik, és hogy közben egy fordítva egyet a dolga, hogy mi az, ami nem hiányzik. Igen, és hogy mennyi minden van, nem? Ugyanakkor. Ja. Vagy maga az ország, meg nyilván a barátok, meg a család, igen. De hogy az a fajta egészen más légkör, ami otthon van, és nem hiszem, hogy nyilván ez egzisztenciális attitűd, persze az is nyilván. Sok ember megterhel, hogy milyen körülmények között él. De hogy itt a legszegényebbekben is hasonló, mint Ázsiában, van egy olyan fajta kisugárzás, ami otthon sokkal jómódúbb, sokkal jobb egzisztenciával ellátott embereknél sincsen. Tehát az a fajta, most leszámítva a tegnapi napot, ahol nyilván önző okokból neki nem segítettek, az a fajta kedvesség, nyitottság, mosolygás, hozzáállás, az otthon csak lehajtott fejek, és mindenki a saját világában él. Tehát tök más, egészen más a légkör, nem? Amint mi a múlt héten kint voltunk a piacon, ami ugye nem nevezhető egy ilyen magasan szofisztikált környezetnek, és nem volt pénzük az embereknek, ez jól látszott. Ráadásul mi ott idegenek is voltunk méghozzá nagyon, mert mi voltunk azt hiszem 4 vagy 5 fehér emberek, és ott is ugyanez volt. Igen. Rád mosolyogtak, azért volt köszönés, ha oda néztél, vagy visszaköszöntél, vagy köszöntél nekik, tehát hogy ez olyan jó üzenete van. Igen, nagyon érdekes, és ez nem feltétlen csak annak a függvénye, hogy az ember most milyen anyagi körülmények között él, hanem valami teljesen más, amit én sose tudok megfejteni. Ezekben az országokban nyilván sok összetevője van, hogy mi kell ahhoz, hogy annak is örülj, ami van, és valamilyen életszemléletbeli különbség, nem tudom. Más, egyszerűen más lelki attitűd, hát mi azért egy elég búskomor, depresszív nép vagyunk. Na, és igen. Pedig itt még ráadásul látod is, bár hát nyilván Magyarországon is vannak gazdagok, de itt meg még jobban látod a különbséget. Nagyon lehetne irigykedni a Vályog Miskóból, vagy érzi a Bádog Miskóból, azt mégse teszik. Amit ha lesz kocsim, akkor elvileg lesz már valamikor, hogy csütörtökön akkor megállok, és akkor csinálok egy-két képet. Itt van a várostól 10 perc, egy olyan nyomornegyed, hogy ez döbbenet. Én idény munkások laknak ott. Konkrétan 3 póznára, 2 ilyen acélcsőre, meg 3 újságpapírra ráterítik így ezt a dolgot, balaknak, és ez egy ilyen, mit tudom én, 600 méteren keresztül sok-sok ilyen kis favella-szerű kis építmény. Ők azok, akik külföldre bejönnek? És szerintem ők ezek az idénymunkások, akik idejönnek, itt dolgoznak, és akkor visszamennek. Igen, meg igen, abban reménykednek, gondolom, hogy ez egy dobbantó, aztán kikerül vagy majd onnan, aztán soha nem. Ez a Nelspruit, ez egy gazdag hely, ugye, nagyon sok a turista, tehát hogy még Dél-Afrikához képest is, ugye a Krüger miatt. Na jó van, meghallgatjuk Ákos híreit. Közben, ha valaki szeretne játszani, akkor tegye meg nyugodtan, hogy SMS-ben jelentkezik. Jó, hogy állunk? Már is felejtettem. Egy-egy az állás. Jánost is ki lehet ma reggel hívni, csak kicsit passzív lesz, de ha te végigbeszéled az 1 percet játékosként, én megadom. Akkor megvan, igen, János, már kicsit kevesebbet fog beszélni. Fél hét múlt pontosan 7 perccel jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. 7 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Ferri! Hello, szevasztok! Fogyunk. Vagy, még mi ketten tartjuk magunkat. János, igen. Jól van. János, jól van, holnap már lesz, ha minden igaz, és nem ítélik egy kicsit hosszabb pihenése. Egy-egy van jelen pillanatban, vagyis ma tovább lépkedhetünk a dél-afrikai győzelmi hadszintéren, ha lehet így mondani, mert hogy a múlt hetet találhoztuk, és ha ezt is hozzuk, akkor már egészen jól állunk a dél-afrikai kitelepülésünket illetően. Akkor 6-ból 2 megvan. Akkor hallod? Hányadika van? 15. Még egy hónap múlva is itt vagyok. Nagyon jó. November 10, mennyi? Valahogy úgy indul a gépem. November 14-15, akkor 16 körül vagyok ott, valahogy így. Elhusson az itt. Hát még 3-szor ennyi. A Ferihegyi felhajtón ismét baleset történt, a helyszínen is folyik, aki tudja, kerülje el, ezt sokan küldtétek nekünk, köszönjük szépen. Ez az Üllői úti felüljáró,
ugye ott rám megy az ember a gyorsforgalmira, ez ott van, úgyhogy ha valaki siet és indul a gépe, induljon előbb, vagy kerüljön. Na, akkor ahogy egy-egy van, ahogy mondtuk, a játékosunk itt van, akivel már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jani, hol vagy? Hello, jó reggelt, sziasztok! Szia Balázs, Tamás. Szia Feri! Hello, hello, Tamás, szia. Jó reggelt! Honnan hívsz minket, Tamás? Jelenleg Zalaegerszeg felé tartok. Zalaegerszeg. Így van, amúgy Haraszti faluból Körmend mellett. Aha. Jól van. Kivel szeretnél játszani, Tamás? Ne is húzzuk akkor az időt, csapjunk a lovak közé, nyilván játszani szeretnél, hiszen ezért telefonáltál. Janit választ. Így van, Balázs, veled szeretnék játszani. Hmm. Most a szegényt, tényleg? Hát nincs elég bajom. Hát figyelj. Kis barátom, elhagy. Egy papagájjal vezet műsort esténként, éjszaka ért haza megint a dzsungelből. És még rámész, a gyengére mész. Mi a gyengé? Így van. Jó, ne, nincs. Így van, persze, szép hozzáállás. Jó. Na, meglátjuk. Feri? 3, 2, 1, tessék! Te számoltál már valaha? Soha. De amikor Jani Szabin volt. Itt vagy, Tamás? Itt vagyok. Kérdezhetek? Na, szeretnél? Így van, szeretnék kérdezni. Figyelj, ha nagyon szeretnél, akkor hajrá. Figyelek. Rendben. Balázs, azt szeretném megkérdezni, hogy szegény Janinak mi a problémája? Janinak mi a problémája? Hát egyrésztről egy elég komoly kimerültség, másrésztről pedig valamilyen hasi dolog, hasi fertőzés talán, amit már a helyre tesznek, és már jön is ki. Akkor elrontotta a gyomrát szegény a sok süteménnyel. Valószínű, igen, sütemény. Valószínű, igen. Basszus, pedig próbáltam koncentrálni, süteménnyel kevert, ezt akartam mondani. Tamás, kimondtam, az igen, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Ügyes voltál, azt nem fogom most kimondani, hogy próbáltam koncentrálni. Ha lassabban beszélek, mindig tovább jutok, rájöttem. Aha, most ez volt a másik véglet, igen. Van egy nagyon szép ajándékcsomagod, ügyes vagy. Köszönöm szépen, nagyon örülök. Neki már vágytam rá, igaz, most próbálkoztam először. Mondom, hát a szerencsém lesz, és hát... Na most akkor téged is megútált a hallgatók nagy többsége. Hónapok óta dolgoznak azzal, hogy bekerüljenek, igen. Küldjük neked, jó, Tamás? Köszi a játékot, vigyázz magadra, ügyes voltál. Szevasz. Mondjuk nem volt szép, hogy lelkileg zsaroltad a Balázs ezzel, hogy ők is barátjával. Mi van, de mindegy. Bármi másról kérdezhettél volna, igen. De nem baj, mert tök jól csináltad, úgyhogy 2-1-re mentek is ezzel, ami egészen jó lehet még a hétvégére. Köszi, Tamás, jó munkát, ciao. Valószínűleg kész, semmi, megvan az ajándékcsomag, el is dobott minket, nem kellünk, erre mindig rá kell jönnünk, hogy addig vagyunk jók, amíg adunk, ahogy megvan, már. Na, vége is. Most akkor már most szólok, igen? Hogy ugye a hétfői játéknál jöttek az SMS-ek, már most ugyanúgy jönnek, de nem rád, hanem a hallgatóra. Igen? Itt volt egy vélemény, és én össze is néztem Zsüllel, ahogy te beszéltél alatta, mint jó, ő is, hát elmormolt sólyom szemet, volna kikérjük. Valamit. Jó, Anna, gyere, sólyom szem, hallgass vissza, játsszuk be, tedd be nekünk, jó, a bejátszók közé, akkor meghallgatjuk, gyerekek. Hát azért ingyen pontot nem adunk. Azt nem dobáljuk. Szóval nem egy izé vagyunk, miért? Szeretett szolgált, hát ha valaki kimondta, arra rámegyünk. Ajándékot adunk szívesen, pontot nem annyira. Megfosztjuk a címétől, elveszük tőle, az második előlép elsőnek, átveszi az aranyérmet, így van, és eltiltjuk a versenyzést. Beírjuk a nevét a nagy könyvbe. Feljegyezzük, hogy mit doppingolt, és 4 évre eltiltjuk a versenyzést. Nincs ám ilyen rejtett, igen, hogy csak ő ezt így kimondja. Többen írják, igen, ez jelentett valamit, visszahallgatjuk. Jó, megnézzük. Ebben könyörtelenek vagyunk, ahogy magunkkal is. Egyébként, meg hát kell az egy pont azért. A másik. Na jól van. Egy perc, pontosan 7 óra Ákos jön a legfrissebb hírekkel, a gyorsforgalmit kerüljétek el, egyre nagyobb a dugó, valamint a 6-os főúton Pécs és Pécsvárad között baleset van, egy sáv járható, rendőrök irányítanak ezt, Ákos küldte nekünk, köszönjük szépen. Egy perc van a 7 óra, ahogy mondtam, jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. 7 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ketten vagyunk. Hello, Feri! Csövi. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Meg vagyunk, mindhárman,
csak János kórházban, de jön ma már ki, még egy nagy vizit, plusz amit rákértünk a papírjára, amíg nem figyelt, de szerintem koradélután már ő is megérkezik szállodai számüzetéséből, illetve pontosabban kórházi számüzetéséből, úgyhogy ma már délután újra együtt leszünk, most még pihen, reggelizik, sűrögnek, forognak körülötte, biztos bekér magának egy csomó mindent, hogy ugrálnak körülötte. Külön szerettem azt a részt, az ágya mellett volt egy nőgyógyászati ultrahang, amit ugye férfi ember akkor szokott látni, mikor a feleségét elkíséri az első vizsgálatra, és annak az ultrahangozó résznek a feje, az egy ilyen nagyon hosszú, hát egy ilyen botszerű akármi történet, amire ráhúznak ugye egy védőszerkezet, és akkor kezdenek el vizsgálni, és simán bevette, hogy őt azzal fogják megnézni végbélen keresztül. Tényleg? Persze. Mert ugye rögtön rámentünk erre, hogy nézd, Jani, már ide is készítették, figyelj, tudod, hogy a gyomroddal van baj, és hát van egy olyan rész, hogy vagy benyeled a szerkezetet, vagy alulról, és mondtuk, hogy te ezt szeretnéd. Hülyék vagytok, de most tényleg, ezt mondtátok nekik? Mondtad, hogy a Bali ráírt a korlapjára, hogy a biztonság kedvére egy alsó-felső tükrözés, csak hogy nehogy valami rejtett gyomorfekély, vagy valamiféle baj legyen, persze. Hát az ember ott segít, ahol tud. Persze, nem? Hát a havernak, érted. Muszáj segíteni, igen. Na nézzük a közlekedés híreket, mi a helyzet az utakon. Trafi Békés Csabán, a Szarvasi úton a szokásos autóduánál, igen. Megunhatnátok ezt a helyet, zsarukáim, írta nekünk Gyuri. Köszönjük szépen. A budapesti gyorsforgalmin hatalmas baleset van, és emiatt nem lehet kijutni a reptére, vagy hát legalábbis az elején. Egészen pontosan a határúti felüljárón történt a baleset. Két mentő már a helyszínen, ahogy láttam, le van zárva a felüljáró. Ez ugye Kispesten van, úgyhogy hatalmas a dugó ott is. M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a hídról lefelé hármas koccanás, már alakul a dugó, szép napot, Marci. És Soroksári út Tesco előtt a belső sávban befelé három személyautó koccan, nagy a torlódás, Sándor. Ma megint egy ilyen nap. Bizony. Ugye? Tegnap nyugi, semmi, és most három percenként jönnek az SMS-ek, hogy baleset van. Na, Anna meghallgatta, betette, nem tette? Betette. Szerintem volt egy igen. Igaza van azoknak, akik írták, volt egy igen. És nagyon sokan írták, úgyhogy szerintem hallgassuk meg, de amikor pont te beszéltél, az a, ugye visszakérdezte, hogy a Jani állapota érdekli, ő az alatt sunnyogva ugyan, de ott oda tette az igent. És nem valta be? Hát most mit mondjon erre? Két évvel tiltás. Éremtől való. Azonnal megfosztás, eredményhirdetésem. A második fellép az első helyre, két év eltiltás, nem? Így van, ne is jelentkezz most két évig. A doping bizottság úgy döntött, hogy ez két évi eltiltás, de megmutatjuk, csak hogy nem érdemtelenül vesszük el. Meg tudjuk mutatni? Anna mutatja bentről? Na nézzük meg azt a kis jelenetet, vagy hallgassuk meg. Janinak mi a problémája? Hát egyrészt egy... Igen. De ő maga is érezte, hogy ez egy igen lesz, tehát elkezdte elsúnyogni. Igen. De... Na, ez egy igen volt. Többször meghallgatták annáik is, ez egy igen volt. Igen, kimondta. Hát! Nem mondom, hogy sajnálom. Szomorú világ, én ezt nem is hallottam, de mindent, magunkat is ugyanúgy visszajátszuk sólyom szem által, és a játékosokat is. Igen. Kérdezés volt, és az alatt Tamás kimondta. Úgyhogy, hát ebben a pillanatban már döntött is a NOB. Elveszünk tőle az aranyérmet. Jó, akkor viszont itt 2-1. 2-1, ami azért jó, mert Jani visszajön, ugye holnap után még ő tud játszani, tehát csak egyet kell, így van, csak egyet kell megnyerjen, és akkor megvan a hét. Egyet el is veszíthet, egyet meg kell nyerjen, akkor teljesen okék vagyunk, akkor egy 3-2-t össze lapátoltunk ezen a héten is. Nagyon jó. Mi lett a tegnapi meccs végeredménye? Kérlek, szépen nyertünk. Megosztó, a csodálatos mérkőzés volt, és az ilyen szánalmas játékot még nem láttam, kommentek, de az a lényeg, hogy a három pont itt van, tehát a Dárdai Gárda jól szerepelt, ugye 0-1 lett a mérkőzés végeredménye a feröeri munkásokkal szemben. A hihetetlen komoly futballistákat felvonuló Feröer szigetek ellen? Igen, hogy állítólag ennél jobban kellett volna játszani, és mit egy 5-0 lett volna a Reális, de szerintem tartalék vannak a fiúk a következő meccsre. Tehát én most ezt mondanám. Ha valaki megkérdezné így engem, hogy Feri, mondjál már valamit erről a meccsre, aztán tartalékoltak, tehát a pont megszerzése volt a lényeg. A 3-0 meglegyen, már hogy a 3 pont meglegyen, tehát 1-0, és kész, és aztán pihentek. Tehát lőttek egyet, és azt mondták, hogy akkor pihenjünk. Ki volt az értelmi szerzője? Fogalmam nincs. Nem? Nagyon jót kérdeztél, fogalmam nincs. Nem is értem, hogy interneten miért nem csatlakozol föl a közszolgálati tévé honlapjára, és nézed időben a magyar meccset. Hát miféle? Azért, mert a kórházban a szolgáltatást nem tudtam beüzemelni. Miféle attitűd, hogy az ember nem nézi a meccset? Eszembe se jutott, hogy van.
Eszembe se jutott. Na, jó, akkor más dolgod volt. Akkor most 4 pont? Tehát igen. Most akkor egy döntetlennel egy egyecske, meg egy négyecske? Így van, 4 pont. Kik vannak még a csoportban, ne kérdezzek ilyeneket. Szerintem 3-at. Ezt itt engedjük el, tehát igen. Beszélgessünk bármiről. Lekeverjük mert... sokkal nagyobb bajba magunkat magyar foci terén, mint amennyire egyébként is bajba vagyunk. Hát még nincs is nagyon értelme, vagy tulajdonképpen igen, értelme követni. De jó ez a 4 pont? Nagyon jó, szerintem ez gyönyörű. 4 pont, ne nézzük azt, hogy hogy van ez a 4 pont, meg ki ellen van a 4 pont. A 4 pontnak örüljünk, és hála Istennek ennyi, aha. Ez a lényeg. Mert én tegnap, ahogy visszajöttem este a kórházból a Janitól, akkor még ránéztem, akkor volt egy 0-1-es eredmény, és én úgy tudom, hogy azzal is záródott, de aztán nekem már nem volt kedvem nagyon a magyar focival foglalkozni. Ezt megértem, sűrű napunk volt. Más bajunk is volt. Sűrű volt, mint a kolera, ahogy szoktam mondani, elég sűrű. Sűrű napunk volt tegnap, igen. A Szalai Ádám lőtte a gólt. Egyébként köszönjük szépen ezt. Azonnal kapjuk a hallgatóinktól, attól a 4-től, aki még követi a magyar futballt, de megírták nekünk, úgyhogy ez mindenféleképpen jó. Majd még beszélünk, mert Dárdaival kapcsolatban van történet, azt majd 9 óra után, hogy mi is pontosan, mert ugye ma szerettünk volna vele beszélni, uh-huh. És rengeteg kérdéssel készültünk, de majd 9 óra után elmondjuk, hogy mi a helyzet. Az is egy érdekes történet egyébként. Na, október 23-án vagyunk-e adásban, kérdezik többen, hisz ott nem ünneplik. Valóban nem. Tehát valóban nem ünneplik. Október 23-a az jövő héten csütörtökön van. Nem vagyunk adásban. Olyannyira, hogy pénteken se vagyunk adásban. Ott az egy 4 napos kis bizony. Ünnepecske. De vagyunk annyira szemtelenek ráadásul, hogy ha ezt most szombaton kell ledolgozni a pénteket, és szerintem van, amikor előtte kell, akkor mi még ott se vagyunk. Az utazásom tiszteletére pihentek ti is. Nem az utazásom tiszteletére, a felkészülés a vámra, a tiszteletre, a kájrói géppel érkezik a Feri szombaton. A Kájró Budapest. Engedjük már ezt el, ne, tényleg ne. Ott fog állni a családom, a 2 gyönyörű gyerekem, a világ legszebb nője, ott fog várni, akit nem láttam 2 hete, az egész family-t. Rohannék ki, leszáll a gép, végre fölveszem a bőröndömet. Így van. Ugye a gép leszállása itt után. Már nagyon gyanús, nem viselkedsz majd. Itt mert ideges vagyok, hogy mert végre ideges lesz-e, hogy magam. Igen. Hogy magamhoz öleljem a csemetéimet és a nőmet, mennék ki, a zöld folyosón kifutok, áttörném ott a szalagkorlátot, és itt mondják, hogy jó napot kívánok. Hallottuk. Rákóczi úr. Jöjjön csak velünk, legyen kedves. Legyen szíves. Nyissa ki nekünk ezt a 2x40 kilós kis afrikai műkincsekkel ellátott finoman a bőrönd alsó falába beágyazott kis 2 falu bőröndöt. Most azt is elkezdett tolni, hogy nem csak a bőröndben van, hanem én is nyelek kapszulát? Minden tolok, csak hogy szedjenek ki. Én annyira nevetnék, ha kész. Én azóta ezen kampányolok, ezen dolgozom, hogy szedjenek ki téged szombaton. Hát figyelj, nincs ilyen, hogy csak úgy büntetlenül, csak úgy előbb hazamegyünk. Nincs ilyen, hogy te majd egy ilyen kaján félvigyorral az arcodon péntekén azt mondod, hogy hello fiúk, egy hónap múlva találkozunk, és eddig is kirándulgattam. Jó hely ez a börtön, de elég volt nektek, sok szerencsét, igen. Eddig is jöttél, mentél, kirándultál, legalább egy picit állját a másik mm-hmm. oldalra. Mi a célod, hogy az egész csapatnak elintézd az ingyen CT-t? Mert ugye Jani tegnap túlesett rajta, tehát megnéztek minden neki. Most akkor én jövök? Mert ugye az van, hogyha kapszulát nyelsz, ha úgy akarsz átvinni valamiféle szert a gyomrodban, akkor automatikusan küldenek CT-re. Tehát, mi is egy ingyen CT a cél? Vele több minden célom van egyébként. Tehát egyrészt szeretnélek beutaltatni téged is, ahogy Jani papírjára ráírtam tegnap a biztonság kedvéért, hogy egy 2 oldali azonnali tükrözést javasolnék. Tehát így orvos ügyileg mindenféleképpen. És hát igen, hát én voltam a szobádban többször, láttam, hogy azért itt keményen bizniszelsz, milyen üzleteket bonyolítasz, milyen levágott állatokat, műkincseket, és mindenféle biltong kilókat akarsz. A leopárdbört azt úgy adták. A leopárdbört. Hát azt nem vettem. Mert ha tudok szerezni néhány örömteli órát, hogy ott a Ferihegyen veled még elmaszhatolnak, azt tudok a kajávigyorral az arcomon nyugtáznám, hogy de rohagy meg tényleg, tuti, hogy engem fognak kiszedni. Biztos. Tuti, és akkor biztos. Mi lesz? Hát ezen dolgozom. De most, hogyha érted, ha engem tényleg kiszednek, és majd én ott elkezdek bárgyon vigyorogni, jó, tudom, hogy viccelünk, srácok, hát hallgatnátok. Annál gyanúsabb leszel. Én szerintem csináld azt, amikor megérkezel szombaton, hogy egyből oda mész hozzájuk. Melyik a piros folyosóra? Piros, igen, itt vagy, én vagyok, igen, jó, nyitom. És akkor előbb szabadulsz. Már azt akarom, hogy már a tranzitban nagyon ideges legyél, amikor veszed le a csomagot, aha. Hogy már ott tudják, hát hogy befutod. Nézd, hogy jön megy, néz a folyosó, vissza, néz a folyosó, vissza. Nézd, telefonálgat. Telefonál. Az anyját hívja, aha, tudod mikor.
Nézd, hát nem kell mindenféle nemzeti parkokba járni. Nyilván, persze, ezért csinálom. Mindenféle bizniszeket bonyolítani, ilyen mindenféle kitömött állatfejekkel, meg nem tudom. Hát ez nem lesz, ez tessék. Szemét. Ülni a szállodában, úgyhogy azt írja, készítsd a popsit, üdvözöl a nap. Ó, köszönjük. Igen, már most tágítom. Finoman, nem indulunk itt neki, érted? Tudom már, hogy a béka is milyen, azért tudja, hogy itt egészen jó árban vannak dolgok. Nem viszünk át 8 tisztáskát a vámon úgy, hogy azért jó, most nem tudjuk. Gyere azzal, hogy mert a gyémánt is olcsó, mert itt bányásszák. Az arany a gyémánt is nagyon bőröndöm. Olcsó. Mennyi 400 euró? Ugye 400 euró, ami vámmentesen bevihető az országban. 450 tisztelt bíróság, utána néztem. Igen, úgyhogy... Úgyhogy nem, de figyeljenek rád oda. Ez egy kis apró kis gondoskodás tőlem szombaton. Figyelj, olyan határzárt kaptok hazafelé, hogyha ez így történik, nem tudom, valahogy elintézem, hogy teljes egészségügyi zár még legyen. Még titkolom, hogy milyen járattal jövünk, meg milyen országon keresztül jövünk. Annyit mondok, nem Kairón keresztül. Igen. De nem mondom meg, aztán nekünk más a gépünk. A dél-afrikai járatokat zárják le, egészségügyi karantén irány a kórház. Vissza fogjátok kapni. Zsül, te ismerte meg cinkostárs vagy. Itt Bárgyú mosolyogsz minden reggel, amikor ezt mondja a Balázs, hogy engem kivé. A Zsül azért mosolyog Bárgyú, mert ő a csali, ő lesz az, aki előre megy Bárgyú mosolyogva, hogy figyelj, Feri, mindjárt kapnak, és úgy kiszedik őt is, mert ő lesz majd a csali, vele megy át a kisebb csomag. Ő nem jön haza, csak mondom, ő veletek megy. Ja, tényleg, te itt maradsz. Akkor téged ne szedjenek ki, mert te velünk jössz. Te utoljára hagyod el. Mi vagyunk azok, akik utoljára hagyjuk el a süllyedőhajót, igen. Szóval, hát igen. Hát igen. Figyelj, mondd meg a békának, hogy nézze meg a mikor van a leszállás, aha, és számolja rá. Egy 4 órát. Számolja rá, ne vigye ki a gyerek. A kis csöpség, ne álljon ott. Ártatlanul, hogy a apa nem jön ki, már mindenki kijön, már leszáll. A ott vezetik el. A frankfurti járat is leszállt már, a müncheni járat is landolt. 3 órája már minden leszállt, érted? Hát nem. Valami kis bosszú. Na engedd el, mert bosszú lesz, érte. Na, betörtek a Noé állat otthonban. És szeretnénk nekik egy kicsit segíteni, mert hogy minden szükséges dolgot, ami a munkához kell, azt tulajdonképpen elvitték, minden, ami mozdítható. Ellopták a pórázokat, a nyakkörveket, az összecsukható székeket, még a tisztítószereket is, tehát ez az a fajta kipakolás volt, ami, ahol aztán tényleg mindent elvittek. És azt nem értem, bocsánat, hogy beleszólok, hogy egyrészt ki az az elmebeteg barom, aki egy ilyen helyre törbe, ahol tudod, hogy gyakorlatilag karitatív munkát végeznek. Hát tudod, ez sose számít. Ahogy ellopják azt az autót, amiben gyerekülés van, nem, ahol ellopják az a tolószéket, ahol ellopják, akik idősökhez törnek be, és akkor ott elveszik a rejtett kis nyugdíjat. Tehát ezeknél valójában sosem számít. Mit csinálsz 20 pórázzal? Én szerintem már minden mindegy. Tehát bemész azért, hogy hát, ha találsz, aha, valamit, és aztán ami van ott, azt elviszel. Tehát én nem is vagyok arról meggyőződve egyébként szentül, hogy ők tudták, hogy egy állatot honhoz törnek be. Egyszerűen csak valószínűleg bementek valahogy mondjuk a hátsó részen keresztül, vagy az erdőn keresztül. És ott jöttek rá, ott viszont még már mindent vittek, amit tudtak. Aha, tehát ha már benn vagy, akkor pakolj össze rendesen. Ha már ott vagy, akkor pakoljunk össze. De mit gondoltak, hogy a széfbe lesz sok pénz, mert a nem tudom, mert egy állatkórházban még el tudom képzelni, ott ugye fizetsz a kezelésekért, tehát akkor ott mondjuk van lóvé, meg vannak műszerek, de hát egy állatotthonban, ahol a napi túléléssel küzdenek, ugye mi konkrétan már sokszor beszéltünk, igen, velük, meg gyűjtöttünk is nekik, segítettünk, ahol tudtunk, tehát tudod, hogy tényleg napi problémáik vannak a kajával, az ellátással, a gyógyszerekkel, onnan mit akarsz elmény? Tisztítószer, pórázok, nyakkörvek, pénz, ha van esetleg egy kicsiben, kutyakaja, minden. Na mindjárt megkérdezünk segítő jelleggel a Noé állatotthon szóvivőjét, hogy tudunk-e valamivel segíteni, illetve azok, akik szeretnének segíteni, azok mit tudnak csinálni. Schneider Kinga itt van velünk, a Noé szóvivője. Hello Kinga, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Kinga. Hello Kinga! Tényleg ennyire kemény, hogy pórázni a körvés mosószer? Tehát akkor tulajdonképpen mindent kipakoltak? Gyakorlatilag igen, egyrészt, de azért pontosítanék, tehát nem konkrétan az állatotthonnak a központi részlegébe törtek be szerencsére, mert akkor az állataink is veszélybe kerülhettek volna, nem ide törtek be, hanem az állatotthon mellett néhány hektárral alébb kaptunk kölcsönhasználatba a legelő állatainknak egy földterületet. Ennek a bekerítésére leásott körülbelül 200 darab oszlopunkat vitéket, és a mellette található kutyaiskola, hozzánk tartozó kutyaiskolából a kutyák kiképzéséhez, ápolásához tartozó dolgokat és
de pontosan, ahogy mondjátok, tisztítószereket, pórázokat, a föld karbantartásához tartozó dolgokat mind-mind elvittek. Csak azért a legnagyobb veszteség az oszlop, tehát az a több százezer forint értékű oszlop, amit most telepítettünk az elmúlt két hétben. Na most 200 oszlopot elvinni, az nem úgy van, hogy betörök valahova és magammal viszem, tehát oda kamionnal kellett menni, vagy valami szállítóeszközzel. Egészen biztosan, hogy helyismerettel jöttek, és kifigyelték a szokásokat, és tudták, hogy hova jönnek, és azt is pontosan tudták, hogy ez 200 darab fa oszlop, ugye, amit úgy telepítünk, hogy nincs lebetonozva, hanem csak le van ásva egy bizonyos mélységben, viszont mivel friss telepítések voltak, aránylag könnyen kimozdíthatóak a helyükről, tehát látszik is, hogy nem kiásták őket, hanem kimozgatták a helyükről, és így aránylag gyorsan tudtak haladni, és mi azt gondoljuk, vagy valószínűleg úgy történt, hogy ha már ott dolgoztak, akkor a közelben lévő konténereinket megnyitották, és ami mozdítható, mindent elvittek. Tehát 200 darab oszlop kivevése a földből, ha oszloponként egy percet számolsz, az 200 perc. Hát ezt kikapják, igen, oda mentek hárman, és valószínűleg elkezdték kiemelni őket. Igen. De ez több csinálsz vele, nem? Ezt az éjszaka alatt megtették, így van, így van. Hát ez egy mezőgazdasági terület közepét képzeljétek el, az állatotthon központi részlegétől, ahol felügyelet van és őrzés van, attól azért néhány mezőgazdasági táblával arrébb történt a dolog. Tehát ezt pontosan kifigyelték, hogy ott van az éjszakának olyan része, amikor ezt nyugodtan tudnak dolgozni. Nagyon kemény. Hát az oszlopokat el tudod adni valószínűleg ugyanúgy egy földterülethez, a kerítéshez oszlopokat, vagy rosszabb esetben el fogja tüzelni télen. Így van, tehát kemény faoszlopokról van szó, tehát tüzelőnek is tökéletesen jó. És ez mekkora kár körülbelül, amit ez most jelent nektek? Hát fizikailag körülbelül tehát nagyon nehéz összeszámolni, mert nehéz fölmérni ezt a dolgot. Valójában 500 000 forint fölött van bőven, sokkal bőven a kár. De hát ami számunkra nagyon fontos, tehát hogy itt egy olyan földterület bekerítéséről, illetve hasznosításának az eltolódásáról vagy elmaradásáról van szó, ami az állataink élelmezéséhez szükséges. Tehát ugye a nagy állatotthonban majdnem 20 lóféle él, több mint 100 kecske, birka, stb. Az ő élelmezésük az egy ilyen legelőkaszáló, az az egész jövő évi terveinket fölboríthatja. Ott akartátok ezt megtermelni, vagy oda akartátok a négylábúakat beterelni, és akkor ők lelegelték volna a terület? Is, hiszen a szénavásárlás az egyik legnagyobb kiadása az állatotthonnak élelem szempontjából. Nagyon sok millió forintot költünk szénára éves szinten. Az önkormányzat tudott valamit mondani, hogy esetleg segítenek nektek, vagy addig, amíg nem tudjátok azt bekeríteni, addig kaptok valamiféle segítséget? Az önkormányzattal nem vettük föl ez ügyben a kapcsolatot, amúgy sem igazán jellemző, hogy akár állami, akár önkormányzati szinten komoly támogatásban részesülnénk, a komoly alatt ért, hogy nulla. A rendőrség kim volt, ők természetesen megtörtént a feljelentés, viszont a támogatóink azok nagyon komolyan megmozdultak, tehát a magánszemélyek, akik egyébként összeadták ezekre az oszlopokra a pénzt az elmúlt hónapokban, mert hogy ez egy gyűjtés eredménye volt, hogy ezeket meg tudtuk venni, és hát érkeznek egyrésztről a támogató üzenetek, másrésztről pedig az apró felajánlások is, amit nagyon-nagyon köszönünk, hiszen sok kicsi sokra megy, és ebből fogjuk tudni pótolni ezeket az oszlopokat. Az más kérdés, hogy ez nagyon sok mindent előrevetít, mert ugye az most egy elhibázott stratégia lenne, hogy újra letesszük ezeket az oszlopokat, és megvárjuk, még valaki újra elviszi. Ez nem biztos, hogy egy jó ötlet. Így van, nem beszélve arról, hogy azért itt komoly, tehát azért ez tényleg néhány hektárra van az állatotthontól, tehát át kell komolyan gondolnunk a biztonsági fokozatát az állatotthonnak, hiszen ma a faoszlopok, holnap a tehenünk, vagy valamelyik disznónk. Ja. A központi területen, ahol ugye az állatok nagy része van, meg maga az állatotthon működik, ott nektek van 0-24-es biztonsági őrszolgálat? Hát van 0-24 órában ott ember, igen. Aha. Igen. De hát a dolgozók. Így van, de hát most azt gondoljuk, hogy nagyon erősen meg kell erősítenünk mind a technikailag a védelmet, tehát már a hétvégén elkezdődik egy kamerarendszer telepítése,
mint pedig az ember állományt, hiszen úgy tűnik, hogy nincs biztonságban semmi sem. Ezért telefonáltunk pontosan, mert hogy ugye mi sokszor úgy csináljuk, hogy konkrétan anyagi segítséget nem mindig tudunk adni, vagy hát nincs rá lehetőségünk, de egy-egy ilyen beszélgetés aztán pénztárcák százait nyitja ki, úgyhogy reméljük, hogy sikerült, talán azok is, akik erről nem tudtak, vagy mindez idáig nem hallottak, jönnek majd hozzátok, hogy hallották reggel a Morning Show-t, a beszélgetést, és szeretnének valamilyen úton, módon segíteni. Úgyhogy, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, bárkit szeretettel várunk a 17. kerületben, megmutatjuk, hogy hol történt, mint történt, megmutatjuk magunkat is, illetve hát a honlapunkon keresztül is folyamatosan lehet tájékozódni a noyállatotthon.hu-n. Ha valaki szeretne felajánlani, akkor gondolom azt is ott megteheti, ugye, akár készpénzt, akár 200 darab jó minőségű karója van valakinek, ilyen kerítés, oszlop. Csak betonozzátok le. Igen, és egy kis betonat. Hát most már igen. Igen. Kinga, köszönjük, fognak telefonálni, érezni fogjátok a beszélgetés szép hatását. Jó, köszönjük szépen. Szép napot köszönjük, ciao. Hello. Ciao. Schneider Kingával, a Noé állatotthon szóvőjével beszélgetünk. Igen, szóval írják, hogy rohadékok meg, hogy egy állatotthontól, vagy gyerekektől lopni. Itt szerintem erre senki nincsen tekintette. Nyilván egy mezőgazdasági terület kikapják, nem is kötik össze az állatotthonnal. De tényleg az milyen, amikor úgy lopnak el kocsit, hogy benne van a gyerekülés, nem? És azt gondolná te naívan, hogy talán így nem. Tehát akkor oda megy egy másikhoz, amiben nincs, és azt viszi el. És hány olyan van, amikor úgy visznek el valamit, hogy hát szinte csak kis túlzással a gyerek nem ül benne. Egyszerűen pár évvel ezelőtt kerestünk mozgássérült kocsit. Azon rajta van, érted, a kis, mi az, matrica, hogy ez egy mozgássérült. Ami speciális jármű szállítja őket, nem tudnak mással közlekedni, elviszik gyerekülés és autót is. Ugyanúgy, tehát hogy igazából semmi nem számít. Na, közben jönnek az SMS-ek a NAV-tól. Jaj, nem áll, ha jó, mert nyilván a NAV-nak ez a, érted, a NAV-nak ez hihetetlen, a dolga. Hihetetlen, hogy ők már ilyenkor korán fenn vannak, igen, és hallgatják az adást. 6-tól 10-ig bennünket hallgatnak, jegyzetelnek, hogy a Rákóczi dupla fenekű bőröndel jön, állatbőröket, kitömött hullákat fog vinni a csomagjában, és benyelt 100 kapszulát, amiben biltong van, igen, lerecelve. Igen. Szárított hús. Csak mondom, minden SMS úgy végződik, üdv a NAV. Megrendeltük az új gumikesztyüket, üdv a NAV. Feri, bedöglött a CT, ezért üregi motozás lesz. Üdv a NAV. A reptére megkérdezik, mi ez? Liszt, Ferenc. Na, no, de szép volt. Igen. Üdv a NAV nyilván. Kedves Ferenc, ne a könnyei miatt és a régen ellátott családja miatt aggódjon, hanem a testüregvizsgálat miatt. Üdvözlettel a NAV. Köszönjük, Ferén. Kedves Ferenc, készítsd. Üdvözöl a NAV. Aha, pénteken rá tudunk majd csörögni még a NAV-os szóvivőre. Mit akarsz kimagyarázni? Ne, csak megkérdezni, hogy vagytok srácok, vigyek-e nektek valami ajándékot. Érted, valamilyen kis vámmentes területen, némi kubai szivarral szeretnéd őket lekegyerezni, ami itt nincs, de majd a repülőtérre lehet, hogy tudsz venni. Kairóban is tudok venni. Ott Kairóban lesz időnk. Nagyobb jó értékes konyakokat fogok nekik vinni. Fokoscsak, értékes konyak. Jaj, de szép, ahogy már látom, hogy így, ilyen dollárjelek vannak. Megvesztegetés, Rákóczi úr. Plusz egy ötöcske évecskét, de azonnal gyorsan tegyünk. Ez a hatósági személy megvesztegetése, csak nem erre gondolt Rákóczi úr. Ajaj. Na jól van, 7:30 pontosan 5 percen. Ha valaki tud, és úgy gondolja, hogy megteheti, van rá lehetősége, akkor keresse az előbb említett elérhetőségeket. Próbáljunk egy kicsit segíteni, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Óbe bácsival, Beru nénivel játszunk, ha valaki úgy érzi, hogy ezen a kicsit legalábbis Nelspruiti borongós időjáráson, remélhetőleg Magyarországon jobb a helyzet, megküzdeni Óbe bácsival, Beru nénivel, írjon SMS-t, visszahívjuk, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja másfél hónapon keresztül élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:48 múlt pontosan 2 percet. Biztos, hogy ennek semmi értelme. Egészen biztos vagyok benne, hogy nincs értelme annak, amit mond. De sehol. A Pákó. Ja, soha. Emel a rádió titulál? Ez gyerekek, ezt végig zarándokolnám Afrikát, és ezt a mondatot megtanulnám helyes kiejtéssel, hogy ez az utolsó utáni falucskába se értenék, abban egészen biztos vagyok. De még ha Nigériáig sétálnék, ami innen azért egy elég hosszadalmas séta lenne, hogy így hogy ezt kijátsszuk ma, és megpróbál megmutatni a helyieknek. Jó, jó, írd ki. De vagy várjál, tudod, inkább a Zsül mutassa meg, őt verjék meg. Nem tudjuk, igen, hogy mi az. Ha van humorérzék, akkor valami olyat mondatot föl, igen, hogy mindannyian meg fogtok halni, igen. Csak nem tudom, nigériai nyelvjárásban.
De hogy, szóval, hogy két egyforma mondatot ő még nem mondott egyébként. De van a Bauni, a Bauni, igen. Az állandó szó. Igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mi helyzet a kon. Azt mondja, hogy az M1-esen, Tatánál, a Selkútnál rendőrök vannak. Pest felé köszönjük szépen. És trafi az M3-ason a 204-es kilométernél Budapest felé, Tücsi küldte nekünk. Várpalotán az Inotai erőműnél szintén van egy trafi, mindenki figyeljen, aki arra jár, ezt Kio Pityus üzente. Pécs és Pécsvárad között már leterelik a forgalmat a 6-os főútról, üzeni Ákos, teljes útzár Kaposvár és Szigetvár között. Az elágazás után ezt Kenyeres küldte nekünk. És ugyanakkor szintén Kaposváról jött, hogy brutál villámlás, de legalább hiéna mentes, ezt Laca küldte nekünk. Hát, ha csak nem beépítették a trafit a villámba. Olyan gyorsan, és akkor azt hiszem, villámlik, igen. Bizony, igen. Vigyázzatok. Mérnek a nulláson, Kistarcsa után a felüljáróról, ezt is kaptuk SMS-ben, és most jött még egy friss, hogy Szada Gödöllő felé elesett. Kiírt. Szerintem kaszatibi. De hogy Gödöllő felé, mi történik Szadán, hogy Szada felé esik el? A Szada vagy Gödöllő felé, tehát akkor befelé jövő. Ugye Szada és Gödöllő az úgy van. Gondolom, hogy az M3-ason van akkor valami. Igen. Nyilván mennek kaszaforgatásra, kaszasóforgatásra a statiszták, és Szadáról viszi őket a Tibi. Igen, igen, Tibi rendes, ott küldött nekünk közlekedéséreket. Azt mondja, hogy kilométeres sor. Kilométeres a sor, akkor ez az M3-ason lehet egy elég komoly baleset. És egész biztos, hogy működik az, hogy van a negatív közlekedési nap. Ugye? De most már te is figyeled. Ez egész biztos, mert vannak olyan napok, amikor alig-alig valami, egy-két lézersó van, meg mondjuk egy koccanás. A mai nap az a üzemi katasztrófa a fővárosban is, de országszerte is, úgyhogy mindenki nagyon legyél okos, ahogy autóba ülsz. Tudod, mire gondoltam, hogy október 14-én? Arra, hogy megyek haza, és a hétvégén napvizsgálatot kérjél a repülőtéren, és testüregi motozás, de lehetőleg tapsoljanak is belül. Ja, hát erre. Most itt az SMS, kedves Ferenc, nagyon sok szeretettel és sok gumikesztyűvel várjuk előre, és elnézést, de elfogyott a vazelin, írja a nap. Hogy vajon kim vannak-e már a karácsonyi díszek? Ez így beugrott, és így annyira örülök, hogy én itt nem látok ilyet, vagy legalábbis eddig nem láttam, és kicsit megszabadultam ettől az október közepén rám törő erős karácsonyi szorongástól, de nem ami az ünnepkört jelenti, mert hogy kedvelem, szeretem, és az ember ott tud egy kicsit lefűzni, hanem ettől a kötelező, rohagy meg, ha neked már nem jut eszedbe októberben, hogy karácsony van, te szemét, te nem szereted a családodat, hogy októberben már nem vásárolsz karácsonyi ajándékot? Bemész a plázó, hogy jingle bells, te rossz ember vagy, hogy októberben még nem azon töröd a fejedet, hogy kinek milyen ajándékot vegyél, és kellőképpen konstatáltam itt valamelyik nap, hogy te jó Isten, november közepéig nem indul el, legalábbis itt, gondolom, aztán kíváncsi vagyok, hát hogy itt azért vannak katolikusok, sőt. Hogyne, tehát, persze, hogy abszolút. Vagy abszolút. Itt díszítenek? Nem? Szerintem biztos, de hát ez nagyon-nagyon sok európai lakik itt, nagyon sok bevándorló van, persze. De hogy egyelőre itt nem látom. Aha. És hogy otthon egy október 14-én elképzelhető, hogy elindult ez a fajta nyomasztás, amiről én minden évben beszélek, mert hogy egy ilyen neuralgikus pontja ez az én életemnek, ez a tögölj meg te szemét, nem vagy jó ember, ha októberben nem vettél már egy kiló zselé szaloncukrot. Ugye? Szerintem november. Meg most, mert ez még a tavalyi, novemberben jön a friss, nem így van? De majd novemberben lesz azért. Vagy tavaly már volt októberben díszítés, plázadíszítés, meg szaloncukor árusítás. Mikulás már van, azt tudom, mert a BK-val beszélgettem, és mondta, hogy kint már vannak a Mikulások, 26 fokban. Igen. Az a tavalyi valószínű. Tehát kidobják a tavalyi készletet, és október közepén jön a friss. Mert nem? A Mikulás az másfél hónap múlva jön. Csak mondom. December 6-a, most van október 15. Na de 24 fok van otthon, verőfényes napsütés, és nyilván a kereskedelem nem időjárás függő, én ezt pontosan tudom. Tehát a vásárlók agyába tessék tudatosítani, hogy karácsony van. De volt bennem egy ilyen, jaj de jó. Uh-huh. Hogyha itt ezzel nem találkozom, már pedig annyit nem járok vásárolni, hogy találkozom, hogy majd csak november közepén fogom rossz embernek érezni magam, hogy ne agyisten, én még mindig nem vettem karácsonyi ajándékot. Egyébként én egy ilyen végére hagyós vagyok. De hogy ez itt nem lesz? Nem lesz, itt elmarad valószínűleg, de majd beszámolok róla, hogy díszítenek-e. Már nem tudom, lehet, hogy az idén ők is rájöttek, hogy ne stresszeljük a vásárlóközönséget, majd csak novemberben kezdenek el díszíteni. Igen, ugye, hogy nagyon sok olyan áruház van, ami már magában, ugye át tud állni szellemiségében, különböző bútoráruházak, hiperek, hogy ott egészen biztos vagyok benne, hogy talán a kellemes karácsonyi ünnepeket még nincs kint, ugye? Tehát szemtelenség kirakni az indián nyár közepette, de hogy például a kiegészítők terén, a különböző apró csecsebecség, asztali díszek, hogy biztos vagyok benne, hogy már láttak. Szerintetek az itt színesbőrű Mikulás jön? Tehát a csoki Mikulás az itt színesbőrű? Ha mindenhol színesbőrű. Ha nem fehér csokiból készül. Ja, belül. Az igaz. Nem, hát maga a csoki Mikulás, hát mi minden. Jó, az igen, de a csomagolás.
Ja, a csomagoláson ott ugye egy finn Mikulás van nekünk. Hát úgy igen, de belül ugye. Ide is Finnországból jön a Mikulás, vagy a színesbőrű gyerekeknek van színesbőrű arcú. Hát szerintem színesbőrű, Mikulás. De hogy nem tud mit kezdeni vele nyilván. Na de itt miért nem terrorizálják a lakosságot, hogy te szemét, te nem gondolsz a családodra október közepén? Hát miért Pesten a 28 fok? Amik az is. Hát nem. Sétálsz a gyerekkel egy pólóba, érted, és már közben ránézek kellemes ünnepre, rohadjál meg neked is kellemes ünnepre, nem akarok még október közepén karácsony ajándékot venni, nem vagyok rossz ember, hogy még nem jutott eszembe október közepén a családom. És elindul a nyomasztás, aha, nem? Ez a fajta nagyon-nagyon erős vedd nyomasztás, meg, amiről szóval... Vedd meg, igen. A kereskedelem zselé-szaloncukrok kilói vannak már a magyar polcokon, valószínűleg. De nem a tavalyi, ezt kikérem. Na nem, nem, csak kérdezem, hogy már kint vannak. Vagy szerintem igen. Vagy a most áprilisi tojásokból lett ugye a decemberi Mikulás. De olyan gonosz vagy komolyan ez a újraföldolgozás, ez nem is létezik Magyarországon. Ha ne gondolt, hogy amit visszaszednek itt, a csoki Mikulás, azt jelenti, hogy tavasszal nem tojásnak eszed meg, egy részét nyilván tisztelet a kivételnek, nem? De írnak a hallgatók, hogy van már. Biztos, hogy jön, mert igen, biztos, hogy jön, csak én közel lehalkítom magam, mert folyamatosan ír a János, hogy reklamálják a vegakarja miatt, mert nem ízlet neki a rántotta. Jól van, na akkor jól van a mi Janik gyerekek, ez a lényeg. Valamit csináljak, és hívjam fel az E201-es szobát, mert igen, elmaradta rántotta. Veszel, több ajándékot veszel, vagy több szaloncukrot veszel, ha már most elkezdted vásárolni? Szerintem nyilván erről szól a dolog. De most megveszel egy kiló zselés szaloncukrot. Igen. Hazavitted, beteszed, a gyereknek nem mutathatod meg, mert akkor lebuktad. De rájársz. Fölteszed a felső polcra, hogy a gyerek ne lássa. És te minden napodom is kiveszel belőle kettőt? Otthon van. És ugye, ha megvehetnéd, ha egy héttel december előtt hoznák ki, akkor te csak egy csomaggal veszel. Ha megveszed október közepén, és mondjuk nassolsz, akkor aha, potenciálisan te december közepéig, vagy december 6-áig, te meg tudsz venni 4-4,5 mázsa zselészaloncukrot, mert hogyha a család nassol, akkor arra jössz, hogy a férjed megint megette. És aztán november közepén megint elfogyott egy zacskó, és még december elején is. Tehát ugye minél hosszabb ideig teszik ki, nyilván annál többen érzik azt, hogy el kell kezdeni vásárolni. Hát, ha egyhetes lenne a szezon, nem érném meg nekik. Tehát október közepén indul a presszionálás. Jön a karácsony. Kezdj el stresszelni. Kezdj el vásárolni. És többet veszel? Nem, csak ha lépten nyomon ezzel találkozol, akkor ilyen pavlovi reflex alapján szerintem elkezdesz felkészülni az ünnepre. Jó, mert a csokit azt értem, hogy az otthon van, és akkor elkezded megzabálni, fölzabálod a zselésed. Én maximálisan elállom. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bawoni, Magyarország! Morning Show élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 8 óra múlt pontosan 12 perccel itt vagyunk, megszakadt a kapcsolat, 4 filmet kezdtem egyszerre letölteni, és picit átvágtuk az optikai kábelt, elnézést kérünk, nyilván nem erről van szó, megtudtuk, szereltek itt a szállodában valamit, és hozzá nem értő emberénk azt mondták, a pirosat vagy a kéket, a pirosat, és abban a pillanatban elment az áram a szállodában az internet, és megállt az élet pontosan 8 percre, de itt vagyunk, megoldódott, tehát igazából a szállodában történt valami, ezért tültünk el, de folytatjuk, mert Gyula egy fejlámpával, egy optikai kábellel, egy csavarhúzóval a szájába bemászott a gödörbe, kijött, megjelent a fej, és azt mondta, folytathatjuk. És elmagyarázta a helyi embereknek magyarul, hogy még egyszer ne nyújj hozzá 10-ig, ér lassan mondom. 10-ig ebben a szállodában nincs porszívózás, nincs kiszolgálás, nincs ágyneműcsere, nincs törölköző tisztítás, kád, nem tudom, takarítás, semmi nincs. Áll az élet, mert rádiózunk. Igen? Olyan, mint egy vérmes anyuka egyébként konkrétan ilyenkor. Igen, és Gyula a hotel alaksori térképét úgy, mint a szökésben a hátára tetováltatta. Ha bármikor szüksége van rá, odáll egy tükör elé, megnézi, hogy jut le a kettes dokba, a hármas, nem tudom, kezelőfelületre, egy fejlámpát vesz a fejre, elindul kúszva, már kiépített itt a szobában egy lejáratot, fölemeli a padló ajzatot, lemegy egy létrán, eltűnik, és 10 percben megjelenik egy csavarhúzóval a szájába olajosan, hogy minden oké, srácok. A kapcsolat helyreállt, tolhatjátok, igen. Úgyhogy Gyula szerintem itt marad, és egy ilyen állandó karbantartója lesz a szállodának, de megoldotta. Több innent oldott ő már itt meg egy hét alatt, mint a szállodában, szerintem a karbantartó egy hónap alatt. Úgyhogy igen, de megcsináltuk. És vettek meg, hogy jön a nagy fehér fő. Vége lesz mindennek. 67-es főút mosgói elágazásnál az autó az árokban, rendőrök, tűzoltók, mentők a helyszínen, ez tompa.
küldte nekünk, aztán a Szadai dugónak nincs köze Tibihez sem az M3-ashoz, minden reggel az iskolához tartozó gyalogátkelő miatt 20 perc per 2 kilométer a szintidő, Eszter küldte nekünk, ugye Tibi is elküldte, hogy van egy kis dugó arra felé. Pécs-Komló között vihar van, úgy 13 centi a látótávolság, óvatosan menjen mindenki üzeni nekünk széna, és az M3-as, 203-as kövénél Pest felé kék adománygyűjtők, én már adakoztam. Ó, az egy... Nem baj, az az majd... egy levél lesz Vas megyéből. Így van, majd kijön szépen, már tudod előre gyűjteni a pénzedet. Igen. Ez a jó ebben egyébként, hogy nem kell helyszínt nem fizetni. Föl ez tudsz a jó. Készülni. Csak a mértékét nem tudod, ha csak nem tudod. Ez az... 30, 45, 60, 90, 300. És ez nem a sebesség volt. Igen. Attól függ persze, hogy az ember mennyivel ment. Na, érdekes dologról kezdtünk beszélgetni, szerintem mindenki érzi valahol ott a tudatalattiában, a gyomrában, a fülem mögött, vagy már ugye egész egyszerűen az arcába szembesülvén azzal, hogy ha akarjuk, ha nem, ha 10 fok van, ha 20 fok, ha szemerkél az eső, ha ugye indián nyár, egyszerűen indul a karácsonyi dömping, és arról kezdtem beszélni kicsit talán naivan, hogy milyen jó, mert talán még otthon se, hogy itt tegnap egyfajta, vagy tehát pontosabban nem, mert a tegnapi napunk kicsit mással tett, de tegnap előtt gondolkoztam azon, hogy de jó, hogy november közepéig talán itt nem lesz az a fajta marketing dömping, ami otthon. És ezt egyből át is vetítetted Magyarországra, hogy nyilván ott sincs. Igen, hogy nyilván ott sincs, és talán ez még egy október közepén megúszható. Hát dőlnek az SMS-ek, nem hiszed el. Nem hiszed el, hogy október elejétől kezdve már egyébként mi van. De a Csoki Mikulást, vagy már a karácsonyi dömpinget? A Csoki Mikulás és karácsonyi dömpin. A Soroksári úti Barkács áruházban már világítanak a hópelyek. Ez figyelj, döbbenet. A tudod, mi a legvége? Az Andrássy út földíszítése. Ott már tudod, hogy ha addig nem vetted meg, akkor a pokol tűzén fogsz elégni. Mert a boltokat érted, ott el kell adni, kell a bevételt növelni, a karácsonyi első, vagy az utolsó az év utolsó két hónapjában kell megkeresni a legtöbb pénzt, de amikor az Andrássy úton kigyúlnak a fények, na ott tudod, hogy ez elment ez az igen, ha addig nem vettél semmit, akkor valójában rossz ember vagy, igen. Na, jújjúj, de ne csináljál ilyeneket itt. Haló. Van egy maszkotok? Haló. Már nem az én érdekem, mert a ti érdekem. Ott kint köhögjél. A ti érdeketekben. Tegyetek maszkot. Nem biztos, hogy ez jól indul. Nem biztos, hogy jól indul. Na, azt mondja, hogy az egyik bolt láncolatában dolgozom, a mikulásokat és a szaloncukrokat október első hetében megkaptuk. A vásárlói vélemény nagyon megoszlik, de többen örülnek és vásárolnak belőle, főleg a szaloncukorból. Na. Tehát, hogy nasiba ment át. Megveszed, aha, és 6 csomagot veszel. December 6-ig, ugye? Hát nyilván erről szól a dolog. Az év utolsó 3 hónapjában jutsz hozzá csak, meg mondjuk jó, ha karácsony után, ha ügyes vagy, még egy darabig kitart, de tényleg ez ilyen ünnepi desszert. Az osztrákok is így nyomják, már 2 hete kint vannak a karácsonyi dekorációs kellékek, barkácsáruház, bútoráruház. Furcsa ez 23-25 fokban, amikor azt érzem, hogy még nyár van. Ezt Tomi küldte nekünk. Afrikában fehér csokiból készül a Mikulás, jaj, hogy össze tudják kenni magukat a színesbőrű gyerekek. Hirtenek valaki. Hát ha nálunk ugye Csoki Mikulással kenik össze, igen, akkor ez is lehet. Nóri küldte, köszi. Gyerekek, én egy multinak kamionozom, 3 hete szállítom a Csoki Mikulást és a szaloncukrot. Hatalmas biznisz. Hát ha csak a raktárba kerülne, az nem lenne baj, de ki is kerül. Már kim van, igen. Már elkezdődött az egyik bútoráruházban 2 hete karácsonyi gömbakció. Előre. Karácsonyi gömbakció. De van háziasszony, aki az elején veszi meg? Szerintem igen, mert vagy most még van választék. Vagy leértékelve kapod, igen, aha, és azt gondolod, hogy olcsóbb majd, mint ha az utolsó pillanatban igen vennéd, valószínűleg. Ha olcsóbban kapod meg, meg még sok mindenből tud választani. Úgyhogy ha hazamegyek, és túl leszek a vizsgálatom, a vizsgálatokon. Nem lesz kedved vásárolni. Akkor dehogy nem. Egy kamillás fürdőre vágysz majd, és arra, hogy mindenki békén hagyjon, és begyógyuljanak a sebek. Amit szombaton a kairói járaton na, okozott neked a engedd el, engedd el, nyugalom, nem lesz semmi. Megvan a repjed nálam is, meg konkrétan hónapra megnézem, hogy hánykor szállsz le. Hú, de szemét vagy. De konkrétan bemondom, hogy hánykor érkezel, hogy fel tudjanak rád készülni. Szerinted nem tudják már. Valószínűleg már csekkolták. Én konkrétan félig meghasadtam, írja egy hallgató, amikor hétfőn egy drogériába szembesültem a karácsonyi díszek dömpingével, konkrétan heróton van már most az egész Gail erőltetett ünnepkényszertől nyárias időben. Aha. De igen, ez rajtad múlik, hogy ezt elhagyod erőltetni egyébként, tehát hogy tényleg a választék miatt, meg hogy fölkészülési idő van, ha nem hagyod magad, és nem ragad magával a dolog, akkor meg jó lesz ez a karácsony. Tehát ő azt írja, hogy neki elege van ebből. Igen. Lassan ott tartunk mi is, mint a dél-afrikaiak, mert olvasom, hogy ugye itt nyáron van karácsony, hát ugye most van tavasz, ez aha, a tavasz, amit mi átélünk, aztán jön a nyár, és ők ebéd után felkerekednek a családok, és meglátogatják a barátokat,
finomságukat ajándékoznak egymásnak, és díszes karácsonyi csomagolásba teszik. Tehát ugyanúgy karácsonyoznak. Jó. Egyébként csak 36 fok van, ami kicsit szürreális, feldíszítik a fát. Gyerekek, egyébként a pálmafa megcsinálva a karácsonyfát. Pálmafából csinálják a karácsonyfát, mert a vasárnapi kirándulásunkon, ahogy voltunk a kanyonban, akkor láttuk, hogy rettelt mennyiségű fenyőerdő van, amit nem is értesz, és most, hogy mondtad, tényleg, de jól néz ki, most, hogy mondtad, hogy itt is van karácsony, gondoltam, hogy azért van fenyőerdő, de akkor nem, pálmafából van. Igen. Na jó, gyerekek, nem hagyom magam, nem leszek rossz ember ezért. Nem fogtok beszippantani, és nem veszek karácsonyi ajándékot. Nagyon helyes. Végéig. Erre neked nem is lesz lehetőséged, hiszen itt fogsz ülni. Ez igaz, most mit fagizom? Hogy venném meg, hiszen november végéig szinte otthon sem vagyok? Nem. Egyszerűen nem hagyom, hogy a fogyasztói társadalom elnyelje. Te se vegyél. Nem ám azt a jövő éten, hiszen már csoki Mikulásokkal fotózkodsz, meg tudod, nem tudom. Mi lesz? Gömböket fog nektek kiküldetni valami gyors postával. Az, karácsonyi vagy gömböket, és girlandot, és földíszíthetitek az egész szobát. Konkrétan egy hónap múlva, ha még itt vagyok, megcsinálom a szobámat ilyen karácsonyi díszre. Persze, jó, küldök. Földíszítem a kis fámat, veszek magamnak ajándékot, és november közepén átadom magamnak. Az Ali, gratulálok. Boldog karácsony. Nagyon jó, jaj, mit vettél nekem? Te a ragyos vagy, hogy kitaláltad, hogy mire gondolok? Igen. Na, oké, készítettél egy nyelvleckét? Bizony, egyik este lent ültünk itt a lobby alatti kis vendéglátóipari üzlet egységbe, ahol végre egy nagyon kedves aranyos pincéremben jött oda hozzánk. Egyébként mindenki nagyon tündér, de ő rajta látszott, hogy benne van a zsíványság, elkezdett velünk beszélgetni, megkérdezte, hogy milyen pénzünk van. Itt egy picit gyanúsá vált a dolog, hogy valamivel fizetni kéne, de aztán mondta, hogy ő csak arra kíváncsi, mert ő minden olyan vendégtől megkérdezi, aki más országból érkezik, hogy ott milyen a pénz, hogy néz ki. Akkor előbányáztuk, volt nálunk egy 2000-es, meg némi apró, azt megmutattuk neki, nem tette el, bár mondtuk, hogy ha gondolja, akkor ezt odaadjuk neki, ha van neki egy gyűjteménye. Kiderül, valahol. Kiderül, hogy valutaváltót üzemeltet mekkora, milyen pénzetek van, ha csak ide, csak elrakom, emlékbe tudod, a nagybátyána megleváltja, hogy kint a vásárlóközpontnak. És miután ezen túlestünk, akkor arra gondoltunk a kis csapattal, hogy valamiféle okosságot azért öntsünk bele a saját agyunkba is, mert hogy onnantól kezdve érzed magad igazán otthon egy helyen, hogy beszélsz a nyelvükön. Hogy néhány olyan alap gondolatot, ami a köszönés, meg a köszönöm, azt tanuljunk meg azon a nyelven, amin ők beszélnek, ami nem derült ki egyébként, hogy milyen nyelv, tehát továbbra se tudom, hogy ők mit beszélnek, mert van a nagy afrikánsz. Van az afrikánsz, van az angol. Van az angol, és mindenkinek van a törzsi nyelv. És van ezen kívül a törzsi nyelv, így van, ami vagy keveredik az angollal, vagy abszolút törzsi. Ugye ők megszólalnak angolul, egyébként kiválóan beszélnek angolul, de hogy ahogy elfordulsz, abban a pillanatban ők egymás között törzsire váltanak. Így van. Finoman, nyilván némi paranójával gondolva kibeszélik, hogy na nézd már, mi lóg az orrából. Tehát azonnal, nem is nagyon szólalnak meg ők egymás között angolul, csak ha te európaiként odalépsz hozzájuk. Egyébként törzsi nyelven kommunikálnak. Így van, éppen melyik dialektus? Nem tudjuk. Az, aki nálunk a Bushman volt az adásban, az 9 nyelven beszél. 9 nyelven. Aha, ez az ember is azt mondta, lehet, hogy akkor ugyanarról van szó, tehát itt napközben felszolgál, este nálatok ő a Bushman, mert ő is azt mondta, hogy 9 nyelven beszél. Nagyon sok mindent megtanulhattuk most tőle, majd visszakérdezem. A legfontosabb a számodra, Balázs, az utolsó mondat. Jó, az utolsó mondat. Utoljára mondasz? Igen, az utolsó majd mondat, mutat? Amit utoljára kérek tőle, hogy az micsoda, és azt elmondja, azt mindenféleképpen na, meg kell tanulnod, jó? Na hát így szólt a mi kis nyelvleckénk. Az én angolságom az gyönyörű, tehát arra ne figyeljetek, viszont az ő mondataira igen. Morning. Sabona. 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 Hello. Kunjani. Kunjani. Kunjarni? Ja. Unkorna? You say unkorna? Kunjarni? Igen, tehát az unkorna, az a jó napot kívánok, vagy jó reggelt, és a hello az a kunjarni. Na most visszavághatsz a navér, mert most ezzel fog itt villogni a folyosón, de ha megszivatsz, kunjarni, kunjarni, úgy megvernek. Kimegyek, kunjarni, kunjarni. Ne, hallottad, én mondtam angolul, hogy hello a sziát, és akkor ő mondta rá, hogy ez a kunjarni. De ha jó arc vagy, külön felvetted a hello-t, utána mondtál neki egy másik mondatot, összevágt. Én így csináltam. Próbáld ki. Persze, menj csak, mondd, hogy kunjarni. Menjek ki a vasútpályaudvar, és ott mondta, hogy kunjarni, kunjarni. Igen? Na, akkor kuncsárni a köszönések megvannak. Aha, oké. Okay. Tovább vagy előről? Kuncsárni. Előről, jó. Good morning. Sabona. 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 Hello. Kuncsárni. Gyakorolt. Kuncsárni. Kuncsárni? Ja. Unkorna. You say unkorna. Kuncsárni. So I said unkorna. Unkorna? Unkorna. Hát ha ezt értétek, hogy mi az unkorna, azt nem tudjuk mi. Thank you. Nyabon. Gabon? Nyabona. Gabona.
Ilyen hangok jönnek ki elő belőled péntek este. Hogy volt? Várj, csak megvan. Eat the latest one. Ja, aha. Eat the smallest one. Zanganani. Zanganani. Ő a legkisebb, az azt nem, a legkisebb eset meg eat ezt. Zanganani. Zani? Not Zani. Zan. És csattog. Oké. Kérdeztek, hogy tudja, hogy a Bauni mit jelent. Hogy röhög? És itt a vége. Na mindegy. Jó, a Baunit még meg akartátok kérdezni, meg akartuk, mit jelent? Meg akartuk, de ott sajnos semmit. Elment. Igen, azt mondta, hogy ő velünk nem beszél tovább. Jó, ez tehát Bauni egy kamu dolog. A vége az, hogy az a legkisebbet egyébként. Igen, Edd a legkisebbet, tehát azt kell ugye megjegyezned, mert akkor így te meg tudsz menekülni. Na melyik maradt meg? Egyik se. Figyelj, egyik se. Ilyen kicsit csattogós, ilyen tényleg péntek hajnalba jönnek belőled elő olyan mondatok, ahogy ők egyébként beszélnek, nem? Elnyújtják, csattog egy kicsit. És az benne volt tényleg a Busman. Az Busman lehet, amikor így becsattog egy kicsit? Hát ugye, hogyha a filmes emlékeinket fölidézzük, akkor ott abban az volt abban a filmben, hogy ment a csattogás végig, ahogy beszéltek. Szerintem az. És hogy van, az Edvid a legkisebbet? Ő a leggyengébb? Zangangányi. Így van, tényleg. Zangangányi. Csattogjál bele. Zan gangányi. Ott csattancs. Zan gangányi. Kamuznak. Összejátszanak a Pákóval. Ebben biztos vagyok. Egyik őjük se tudja. Mi lenne, a Pákot összeengednénk vele? Semmi. El tudnának egymással beszélni? Nem, hanem megvernék a Pákot és feláldoznák valami oltáron. Nem lehet. Biztos, hogy nem értik. Tehát egy ilyen vakvezet világtalant lenne. Annyit nem? Tudunk megcsinálni, hogy egyszer behívunk egy pincért reggel, és fölhívjuk a Pákot, és beszéljenek együtt. Na, azt figyeld. Na, ezt meg kéne csinálni. Tehát a Pákót fölhívjuk telefonon, itt egy helyi embert behívunk, hogy van egy nagyon kedves afrikai barátunk Magyarországon, beszélgessetek. Itt mindenki beszél angolul, a Pákó ugye tud elméletileg afrikán szól, vagy valamiféle nyelven. Ha megértik egymást, akkor hiszünk a Pákónak, hogy létezik a Bauni. Ha nem tudnak egy szót se beszélni, akkor elbukta. Igen, de van olyan általános afrikai törzsi nyelv, amit egyébként minden afrikai országból értenek? Valószínűleg nincs egyébként, nem? Tehát a nigériai törzsi nyelv az nyilván a más. Hát itt 8-9 ezer kilométerek vannak, tehát nem úgy van, vagy az afrikánsz, azt ők mindenki érti. Azt szerintem az egész Afrikára jellemző. Tehát az egész Afrikára jellemző maga az afrikánsz, és azon belül nyilván helyi dialektusok azok különböznek. Aha. Persze. Tehát Csád, Nigéria, nem tudom, hát biztos máshogy beszélnek. De van egy általános nyelv, amit értenek, mert itt is az ő saját dél-afrikai törzsi nyelvüket beszél egyébként. Aha, és akkor lehet, hogy a Pákóé meg más. Felzabálják egy perc alatt szerintem. De nincs itt úgy, hogy hála Istennek. Egy nagyon cuki pincér egyébként, nagyon. Nagyon-nagyon normális, nagyon jó. A sapkás, aki csinálja a reggelit, vele vetetted ezt föl? Nem. Őt nem is láttam azóta se, tehát lehet, hogy szegényt kirúgták, hogy szóba állt velünk így. Ő valami beugrós ember volt, mert azt mondta, hogy másutt is dolgozik, csak most itt van. 9 nyelvet beszél, és rá ezért mindenütt a világon szükség van. Tehát önbizalom volt a csávóban. Döbbenet egyébként, igen. 9 nyelven beszélni, azt mondják, hogy itt nagyon egyszerű törzsi nyelvekről van szó, ez néhány százas szókincset jelent, és azért tudnak ennyi nyelv. Tehát nem olyan, mint amikor angolul, spanyolul, franciául beszélnél. Ezt Chris írta nekünk, de azt kérdezi, hogy kérdezzünk meg egy Busmant, hogy van a merev lemez. Tehát, hogy... Nagy a baj. Értem, hogy mire gondolsz, hogy nyilván pár szavas szókészlettel próbálják ők megértetni magukat. De Benny hogy... oroszlán, enni zebra. Na, például így, igen. Aha. De hogy nem olyan, mintha mondjuk angol, francia, meg spanyolul tanulna meg az ember, igen. Jó, figyelj, folytathatjuk ezt a nyelvleckét, tanulhatsz még tőle egy-két dolgot. Egy büdös mondatot nem tudnék visszamondani. Zan gangnyáni. Vidd a legkisebbet? Igen. Edd a legkisebbet, ő az ártatlan, igen. Kicsit kínai akcentussal nyomjuk az afrikait, András küldte nekünk. Jól van, hármasugrásra lehet jelentkezni, jó, egészen nyugodtan, ha valaki szeretne velünk játszani, akkor írjon SMS, gyorsan mondok még egy kérdlekedést. Pécs és Pécsvárad között felhőszakadás, ráadásul dupla baleset, mentő, tűzoltó a helyszínen, hatalmas dugó, már terelik a forgalmat. Aztán Kaposvár, 16 fok dörgés villámlás, szakad az eső, 67-es és a 61-es kereszteződésében nem működnek a lámpák, ott is hatalmas dugó van. Figyeljen mindenki, ráadásul baleset, félpályás útzár, rendőri irányítás, mozgói elágazás után van, ékezet nélkül. Remélem,
hogy jól mondtam, M3-ason lassú a haladás, és hatalmas dugó Kispesten, az Üllői út járhatatlan. Igen, ezt megkaptuk SMS-ben, ennek az az oka, hogy a gyorsforgalmin a felüljáró van egy hatalmas baleset, komplett lezárták a felüljárót, tehát mindenki Kispest felé tud ott az Európark felé kerülni, és valahol úgy visszajutni a gyorsforgalmira. Ki vagy be? Ez a kifelé vezet oldalon, de az egész gyorsforgalmit lezárták. Úgyhogy már az Üllői útról se tudsz feljutni a felüljáróra, úgyhogy ott valahogy máshogy kell menni. Na, hármas ugrás, ahogy mondtam, lehet jelentkezni, 8:30 pontosan jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasonl, a melóban van, csak pirítod a hason. Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. 9000 kilométerre vagyunk tőletek, de ott vagyunk, látunk benneteket, SMS-en keresztül bárki tud velünk kommunikálni, mindenkinek a nyüggét, baját olvassuk, látjuk a jó híreket, rossz híreket, tehát mint egy nagy család, tényleg olyanok vagyunk. Együtt lüktetünk a magyarországi közlekedéssel, és fellüktetünk most éppen, vagy a kis testünket oda lüktetjük a gyorsforgalmira, mert hogy már nincs lezárva. Megindult a forgalom, nagy dugó van, de lehet menni a gyorsforgalmin, úgyhogy lehúzták az autókat, minden oké, okay, csak hát lassan arra szól a sor. A 11-es út beállt a körforgalomnál, az M0-ás és a Budapest felé vezető oldalon küldte nekünk Ramirez. Szerémi út felé ne gyertek, csöppet beállt, és trafi már hetek óta Pulán, 12 órában és mindkét irányba mér. Nem lehet, hogy lerobbant? Egyébként az is áll. Az is lehet, igen, a Ferihegyi gyorsforgalma nincs lezárva, köszönjük szépen, oda-vissza jól járható, igen, ahogy mondtam, Szilvi is elküldte, és az Üllői út még a baleset miatt már a 18. kerületben is áll a város felé, Fa Tibi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. És csak, hogy még élvezetesebb legyen a nap, M5-ös bevezető, egy felbontás és két koccanás miatt körülbelül 8 kilométeres a dugó befelé. Király. Ez ma megint egy olyan bizonyos nap, amiről mi sokat beszélünk. Anna, hello. Szia, hello, jó reggelt! Édes Csanna! Hello, te csak így beültél oda egy kicsit beszélgetni, hát mi van veled? Hát képzeljétek el, nagyon sajnálom a Janit, hallottam itt a híreket. Na, jobban van már. Na, örülök igen, neki. Már jobban van. Most írt egyébként, Anna, csak hogy mennyire kell sajnálod, most írt, azt mondta, hogy bár 10-kor kiengednek, de nem akarok kimenni, mert mindenki körülöttem ugrál, nagyon jó a vegás kaja, és van színes tévé a szobában. Tehát csak mondom, hogy ennyire keserű az ő sorsa. Igen. Jól van, örülök neki. Az a lényeg, hogy jól van. Jó benneteket látni. Jó látni, tényleg, újság van. Mindig úgy örülök. Hát itthon elég szomorkás az idő, pötyörög az eső, jártam bevásárlóközpontokba tegnap, mert hát így már kezdett egy kicsit elborulni, most már ilyen vásárlós időszak van. Én díszbe öltöztettem lassan a lelkemet. Na jó, na most erre már akartam már reflektálni, meg visszakötni erre a témára, de ne gyere nekem ezzel az október 16-án, te már karácsonyi díszbe öltöztetett kicsin szívedet, és egyébként alig várod, hogy nekiállhassál vásárolni. Hát figyelj, én így vagyok vele, mert november közepén indul a süti akció, tehát, hogy veszem elő a fémdobozokat, porolom le folyamatosan, rakom őket, elkezdem sütni cica, a süteményeket. Oké, cica, de ahhoz lisztet kell venni, életem. A süteményhez liszt kell, meg vaj, vagy margarin, érted? Karácsonyi minden... szalvéta az aljába doboznak, hogy szép. Nem tudom, engem nem zavar, szerintem ez úgy jót tesz az ember lelkének, hogyha... Jó, hát október egy kicsit korán van, de hát Istenem, én is jártam már olyan helyen, ahol tényleg ott vannak a gömbök, még a Jingle Bells nem hallottam, de szerintem közelítünk. Tehát akkor azon emberek között nem kap agyír görcsöt, hogy egy barkácsáruházban áll a fenyőfa, már kis hógömbökkel, és egyébként mikulásos, szánkós, rénszarvasos szalvétákat lehet már kapni minden bevásárlóközpontban az ünnepi asztalra december 24-ére. Fogadjunk már, vettél szaloncukrot. Vettem szalvétát, szaloncukrot nem vettem még, de szalvétát vettem már. Persze, rénszarvasosat, nagyon cukin néz ki, egy piros alapon kis fehér rénszar. Figyelj, amikor éppen jársz és meglátod, nekem ez tetszik, nem kell, hát most ez mi a probléma? Megveszed, és akkor ott van, félreteszed, nem kell rohanni december 22-én, hogy jaj Istenem, ezt elfelejtettem, azt elfelejtettem, szépen bespejzolom ezeket a dolgokat, plusz nem kell egy fizetésből megoldani.
Nem kell az, hogy megkapom a decemberi fizút, és akkor abból kell mindent rendeznem. Most egy picit az októberi fizuból, egy picit a novemberiből, most veszek két ilyen apróságot. Élelmiszereket nyilván nem veszek, mert azt majd frissen szeretném. Tehát szaloncukrot nem veszed meg a túrót a süteménybe. Októberre nagyon nagy baj lenne, vagy nem szívesen lennék nálatok szentes, de ha így földön, igen. Anna az a fajta ember, aki a Pétert, egyébként az ő férjét, november 10-től minden egyes nap ki fogja zavarni a fenyőfa árushoz. Nézd meg, jött a újjáról is várhoz ki a legszebb fenyőt. És szerencsétlen Péter minden nap november 10-től minden egyes rohadéknap ott fog állni a fenyőárusnál. Mi? Nem gondoltad, hogy nincsen dílerem, én mátrai lány vagyok. Én nekem a legfrissebb fát vágják ki, amit szeretnék. De nem, ez nem így van. Fogadjunk, hogy az volt a hétvégi program, hogy elővetétek a műanyagtalpat, lemostátok tussal, és kiraktátok az erkélyre száradni. Persze, pont így volt. Ebben a Janival tudnál egy követ fújni szerintem. Jani már háromszor leporolta volna a műfát, levette volna róla a csomagolást, lemosta volna, majd visszarakta volna a felső szekrénybe. Ezt nagyon jól látott, Balázs, amik korábban találkozunk, még bármi lehetett volna, ezt szoktuk beszélni a Janival, ez így van. Így van, mi nagyon-nagyon egyformán működünk ez ügyben. Jó, a több fizetést megértem. Tehát az, hogy ne terhelje meg a decemberi pénztárcát, az ajándékok plusz kiadás, az oké. Okay. De hogy nem érzed úgy, hogy kicsit te is bedőlsz a fogyasztói társadalom által előállított követelményeknek, kis multik által ránk, hát nem is tudom, ilyen nyilzáporként kilőtt vásárlási dömpinglász felébresztésével? Hát ez bedőlsz egyszerűen nekik. Ajándékot mikor veszel? Hát, megvan már minden. Mondom, nem egy fizetésből akarom. Igen, hogyha látok valami olyat, ami apróság is megtetszik, akkor bizony megveszem, és szépen eldugom a szekrény aljába. Pont ezért. Nem dőlök be, mert annyit veszek, amennyi szükséges. Nem szeretnék semmiből se többet, se kevesebbet, de legyen meg mindenkinek az a pici apróság is. Mondom, én ezért szeretem. Nem kell ebből szerintem problémát csinálni, ügyet csinálni, nem egyszerre kell megvenni a dolgokat, és akkor ez így nagyon jó. Hogyha csak úgy lenne, hogy megjelennek a mondjuk november 20-a környékén, akkor tényleg az lenne, hogy egy fizetésből kellene rendezni a karácsonyt. Hát régen így volt ez, nincs ezzel probléma, csak hát ilyen értelemben megváltozott a világ, bőség zavara van, és minden van, és áru szétforgácsolod az ünnepet, Anna. Miért? Nem érzed? Miért forgácsolom mert szét? Már most kis darabokat lehasítasz belőle. Érted, mint egy fatuskó, te úgy egy baltával szeleteled szét a nagy karácsony. Jaj, Isten, de utána összeáll, mint egy kis puzzle, december 24-én este, átröpül az angyal, megszólal a csöngő. Október 16-án a karácsonyról beszélni. Kellemes ünnepeket, Balázs. Ja, ez a végre. Az utolsó szúrás. Szeretetteljes, békés ünnepet. A kicsi angyalok szálljanak az ablakodon, gyújtsák meg az összes, ha most küldesz, most tudom, mit fogok csinálni, vége az adásnak, és küldök neked egy karácsonyi üzenetet most. Nagyon jó, de ajándékot hoztok. Kicsi ajándékok repüljenek be az ablakodon, és gyújtsák meg lelked összes kis, nem tudom. Gyertyácskáját. Igen, ez így van. Hát figyelj, Feritől várom már az ajándékot. Nem nézem meg, Feri, csomagolt be, tehát hozhatod bátran. Addig várj fél lábon. Én semmit nem merek vinni, mert a NAV úgyis elveszi. Anna, figyelj, azt nem te fogod kinyitni, a NAV fogja kinyitni. Szombaton egy kájrói járattal érkezik a Liszt-Ferenc repülőtére. Felszólítjuk a NAV munkatársait, járjanak utána, hogy Ferenc táskájában mégis mi található itt az elmúlt két hét után. Ott ajándékot vihetek, nem? Tessék? Ha ajándékot, ha nem saját... 450 eurós. Nem, azt a saját felhasználásra. Nem baj, én odaszóltam, hogy tekintsenek úgy, mintha te ezt el akarnád adni. Persze, saját felhasználással, aztán persze. Azt 450 a saját, persze. De Annának vihetek egy gyémánt darabot. Nem fogok tiltakozni, mondom, Annav ott fog állni, Annav. Én ott állom a sírerrel, karba öltve. Várunk téged. Szép lesz. Igen. Jó, a karácsonyozzál csak, mert tőlem tudod, mit fogsz kapni, mutatom. Tessék. Júj, de szép! Ha ezt látnák a hallgatók, atya úristen! Na jó, van, pattints nekünk egy játékos, jó? Jó, Attilának fogják hívni, és nagyon különleges foglalkozása van. Aztán 10 óra után rohadják csomagolni ajándékon. Ez az mennyi vásárolgass egy meglegyen egyébként nem rossz ötlet, mert a papírt is meg kell venni időben. Ne ott szembesüljek 24-én majd. Hagyjál már az október 13-ai, meg kell venni a csomagoló papírt, tényleg ne ideg. Nem tudod még, hogy mit akarsz becsomagolni. Nincs meg az ajándék, Anna. 5 perc alatt veszel 40 év papír. Nem, sorra fog állni, és elviszik a legszebbeket. Most kell megvenni az igazi angyalkásat, a csillogósat. Ugyanolyan neurotikus vagy, mint a János. Teljesen. Tehát abszolút. Nektek a karácsony egy masszív szorongás. Október elén indul, december végén ér. Hiányzik is nekem a Jani. Holnap már megkapod. Atya Isten, gyerekeket, ez csak egy ünnep. Hát ebben nem kell azért így, nem tudom, ideg összeomást kapni.
Na, nem arról nem hallottáról soha mi, hogy a szív meg a szeretet legyen benne. Nem az ajándék. Na jól van. Hát igen, bedőlt. Bedőlt ő is. 9 óra lesz pontosan 9 perc múlva. Itt van a játékos, akivel hármasugrás játszunk már is. Hármasugs a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Üdvözöljük a kutyákat is. Halló. Hello, sziasztok, fiúk. Simon Attila vagyok, Ludasról. Hello, Attila. Ludas? Ludas, igen. Figyelj, éppen betörtél valahova, és közben megszólalt a telefonod, és illegálisan tartózkodsz ott, vagy egy sintértelepen dolgozol, vagy kutyamenhelyen, vagy nem, hol vagy? Nem, én kéményseplőként dolgozok, tehát sok szerencsét kívánok nektek, és fiúk. Valamint köszönjük szépen, meg is fogtunk egy gombot gyorsan. Janinak jobbulást minél hamarabb, remélem nincs komoly baj a fiúnak. Reméljük is. Te most mászol le, vagy most mászol föl? Pillanatnyilag éppen egy úton gyalogolok, de most állok meg. Jó, mert olyan lihegés van, hogy... Igen, és az a kutyahad, ami jön mögötted, az téged kerget. Igen. Úgy igaz, hogy pontosan... Figyelj, egyébben hányszor mész? Egy házhoz takarítani. Évente kétszer. Évente, gyerekek, nem, mondom, csak bocsánat, hogy tudod, én sokat mesélek az én kémény seprőmről, aki évente nem tudom hányszor jön. Ötször, körülbelül. Ötször bemegy a házba, jó napot kívánok, 5000. Jó, akkor mondom, milyen e-mailt, csak egy másodperccel megengedtek, hogy milyen e-mailt kaptam otthonról, egy olyan embertől, aki segített a házzal kapcsolatban helyre tenni a dolgokat, figyelj. Semmi extra, itthon minden rendben, számlák jöttek eddig. Volt a kéményseprő, lementem vele a pinyóba, elvégezte a szokásos éves ellenőrzést. Negyedszer. De a pinyóba mit? A pincében. Mit ellenőriz? Valamiért mindig a pincébe akar ott menni, nem tudom. Ott van a kéményetek? Más semmi. Itthon vénasszonyok nyarában van, további szép napot, sziasztok. Negyedszer jött ide. Nagyon vagy jó. Mit csinál a kéményseprő az én házam? Szeret oda járni? Nem, lenyúl téged, de ez már... Tehát 5000, egy 20-ast keresett ebben az évben, az egy 5000-es helyett. Igen, te ezt nem tudod egyébként, hogy én állandóan beszélek, Attila, a kéményseprőkről, hogy mindenki elmondja, hogy egyszer, maximum kétszer, negyedszer jött kéményseprő. Vigyázz rá! Hát, nem tudom, persze nem tudom a rendet, de azt tudom, hogy nálunk vidéken évente két alkalom. Na most a nyár de után például mi kell? Tehát tavasszal, ősszel jársz? Vagy hogy? Hát igazság szerint évelején, meg általában ilyenkor így júliustól kezdünk, és az a második fél év. Aha. A fűtési szezon megjelen. Ha kémény állapota indokolja, akkor mind a kétszer fűtünk. Lehet, hogy nem a pincébe kéne vinnem? Lehet, hogy nem a pincébe kéne vinnem, hanem a kéményhez? Csak megpróbálom, hogy figyelj, tesó. Voltál négyszer, voltál pincében négyszer, menj föl a kéményhez, hát ha akkor évi kettővel már tudjuk oldani. Figyelj, egyébként pincébe, tudom, hogy mit csinál. Pincébe én is járok le, Balázs, de azért, hogy onnan, ott a koromzsákajtó. Nyilván, persze, meg ott a kazán, belemér a kazánba, persze. Igen, onnan tudom végig ellenőrizni a kéményt, hogy milyen állapotban van. Persze, nagyon érdekes kis kéményseprő már egyébként, tehát ez a fekete kis kormosor, felejtsd el, tehát semmilyen, megjön halálos a hétköznapi ruhába, fog egy műszert, és így beledugja. Igen, ez az nem is a klasszikus szájkendőt használjuk már, hanem porszűrőmaszkot. Aha. Nem ez a klasszikus fehér szájkendőt, amit megszoktatok a kéményseprőknél valamikor. Fura volt, mert aztán leült a nappaliban, töltött magának egy rumot, föltette az állábát az asztalra, és elkezdte megnézni a Bajnokok Ligáját. Azt egy kicsit már nehezebben tudtuk hova tenni, de szerintem gyerekek, szeret hozzánk járni. Na, én mindig megkínálom egyébként, iszol-e valamit, kérsz-e valamit, bárki, aki hozzánk jön, valamit a ház körül mosogít, mosogatok, én mindig bodzaszörpöt, valamit szeretnék. Kávéd van? Kávéd nagyon finom, kávém van, megfőzöm, megcsinom, én szeretem. Tehát lehet, hogy azt mondom, menj a pincébe, egy percet van, végezd el, menj el. Akkor nem jönne többen? Viszont látásra köszönjük szépen. Lehet, hogy a limonádé miért jön? Ennyi. Vagy a kávé, vagy a limonádé. Téged meg szoktak kínálni, Attila? Megszoktak, igen. Megszoktak kínálni, kérlek szépen, el szoktam fogadni, de csak és kizárólag alkoholmentes dolgokat. Hát igen, azért onnan föntről leszédülni. Igen, hát ugye józanon is megvan a baj, kérlek szépen, mert volt már rá példa, hogy eltölt alattam a létre, meg ilyesmi. Tehát egy-két létre fog, de el szoktam fogadni, ha megkínálnak, de kizárólag alkoholmentes dolgokat. Meg te olyan jókedvű ember vagy, ahogy hallom, hogy nem kell már semmilyen rásegítő. Abszolút. Meg hát bennünk azért nagyon sok közös van, Attila. Tehát régen, amikor még nem voltam házas ember, és azért fiatal C pluszos koromban
elég sokat csajoztam, akkor én is kéményseprő voltam, a torok kéményseprője. Házas emberként az ember lenyugszik, és megtalálja azt a nőt, akivel le akar élni az életét, de fiatalkorban azért megengedett dolog kéményseprőnek lenni. Erre arra egy-két kürtőt csak megnézett. Bali, a torok kéményseprője. Na jó. Oké, figyelj, mutatjuk, hogy nem mutatunk semmit. Gyerekek, János ilyenkor mindig felén fordít egy laptopot, és azt mondja, tessék, Bali, a kérdések. Ugye? De akkor ez valószínűleg adás menetben van. Összedobta a kórházba? Ráért még. Itt van, megcsinálta, de ezt most nem ő csinálta egyébként, nem volt tegnap abban az állapotban. Mehetünk? Mehetünk, igen, indulhatunk. Így szól az első kérdés, figyelj, Attila, dedikált nyakbaakasztóért. Milyen nemzeti parkba látogatott el Feri a hétvégén? Hú, azt mondja, hogy ott van, ahol Dél-Afrikában. Igen. Eddig jó. De sajnos a nemzeti park nevét nem tudom megmondani. Krüger. Jaj, de Krüger. Íres nemzeti park egyébként, és óriási turizmus épül rá. Dél-Afrikában a legnagyobb, döbbenetes méretei vannak. Egyébként egy harmadnyi Magyarország csak a nemzeti park. 33.000 km körül van. Képzeld, de van egy csomó oroszlán a Krügerben, meg ilyen zsirátok vannak ott. Ez a Krüger nemzeti park? De jó van! Nem szóltuk el magunkat, ugye? Figyeltél. Jó, oké, király. Többenet, egyszerűen hihetetlen. Hihetetlen, hogy beugrott. Így van. Sokat beszéltünk róla, kitettük Facebookra is. Jól van, menjünk tovább, ez eddig nagyon jól megy. Szerintem én megállnék. Menjünk tovább. Így szól a második kérdés dedikált egéralátétért. Használ még valaki egéralátét? Biztos. Persze, például én itt. Igen. Mikor lesz idén az őszi, ismertebben téli óra átállítás? Azt mondja, hogy hát ha minden igaz, akkor október 28-a? Körül. Azért minden, ne adjunk oda, Zsül. Értem, hogy jó indulatú vagy, értem, hogy nehéz napunk volt tegnap, mindent értek, de azért nem. Jaj, figyelj ide, hát nem, ez nem, ez október 26-ára esik, méghozzá visszaállítjátok ti az órát, mert itt sokkal menőbbek. Azt én mondták, nem állítanak. Gyerekek nem állítanak semmit, az a francba az egész elvesztett meg visszaadott órával, senki nem állít semmit. Úgyhogy ez október 26. Hát akkor ez nem jött össze. Nem. Ez most nem. És bum sincs, ugye, mert ez csak a harmadik kérdés után van. Igen. Hát, sajnálom, hogy így jártam. De nem baj, játszottunk, nem beszéltünk, baj. Adásban voltál, ügyes vagy. Viszont, hogyha az éves ötödik kéményseprést bevállalnád a Balinál, akkor azt megköszönnénk. Tényleg, gyere már, nézd már meg, vagy bújj el, és nézd már meg, hogy amikor jön hozzám, akkor mit csinál. Tudod, mit szoktak mondani, kérlek szépen, jó pésző bármit. De figyelj, én kifizetem, csak egyszer lesz meg, hogy van ennek értelme, hogy hozzám négyszer jön. Tehát, hogy... És nem is mindig ugyanaz. Lehet, hogy ebből egy az igazi, kettő a kamu, nem? Figyelj, hát mindig olyan rendes a kéményseprővel. Szerezzünk már egy ruhát. Igen, lehet, hogy eljátszák, igen. Jól van, köszi a játékot, vigyázz magadra. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Ez volt a hármatuglás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc, a pontosan 9 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Jani, menj Afrikába! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9 óra múlt 14 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, Magyarországon jó reggelt, hello Feri! Bauni! Drága! Morning Show, hallgatok, jelentsen ez bármit is, ha egyáltalán jelent valamit. Itt vagyunk, Janink, ma nincs, tegnap rosszul lett, kórházba került, jobban van már, szórakoztatja a Nelsbury-i kórházat, és hát tulajdonképpen erről kor reggel beszéltünk, meg is mutatjuk a Best of-ban már, mint azó részét a megszólásnak, amikor az egészségügyről beszélgettünk.
konkrétan egy 6 csillagos szállodában fekszik jelen pillanatban. Döbbenetes a dél-afrikai egészségügy, hogy ez hihetetlen állapotok vannak. A szó jó értelmében, tehát teljesen tiszta Amerika, de tényleg. Így van, hiába írta rá a kezelőpapírra még a beöntést, az alsó vizsgálatot. Nézd, egy jó barát, tudod, hogy mindent megtesz, ott maradt a kezelőpapírja, a korlap, amikor felvették gyorsan, Google, latinul, tükrözés alul, fölül, hát nem rákerült a papírra. Hános picit tiltakozott, nem értette. Fogtam a fejét és mondtam, János, profik, tudják, hogy kell. Nem csinálnak olyat, ami nem kell. Csak miattad van az egész. Igen, úgyhogy ő ma azért nincs, de jobban van, mindenki nyugodjon meg. Ha minden igaz és minden eredménye jó, akkor ma már kiengedik a kórházból, pihen, és szerintem holnap után legkésőbb biztos, hogy munkába áll, és lesz. Úgyhogy, de érdemes lesz majd a Best of-ot hallgatni, abból a szempontból, hogy ugye beszélgetünk arról, hogy hol tart a dél-afrikai egészségügy, és tényleg milyen megdöbbentő. Nekünk magyar fejjel nyilván azért a jóléti társadalmakban kevésbé meglepő, vagy aki mondjuk Nyugat-Európából jön Amerikából, de hát nekünk azért ilyen kórházi körülményekkel találkozni, az egész egyszerűen az embernek az állal esett tényleg, hogy látják ők az egészségügyet. És főleg, hogy nem neki kell fizetni ez Janit, meg annyira megnyugtatta, jó, hogy... Igen, a kötvény, ezt tudta csak végigmondani. Hozzátok a kötvényt, igen. Úgyhogy igen, hát az ember érzi, hogy beteg, érzi a törődést, és te érted, vannak, nem az van sokszor, és ez most, hogy kinek a hibája, teljesen mindegy, de azért a magyar egészségügyben sokszor tudod úgy érezni, hogy kicsit te vagy értük, nem? Én tudok-e segíteni valamit? És még mit tehetek azért, hogy meggyógyítsanak? Még mit tehetek azért, hogy ne legyek ennyire kiszolgáltatott, mint amennyire vagyok? És még mit tudok beküldetni a rokonokkal, hogy kevésbé legyek a kórház terhére? Gyógyszereidet neked kell beszerezni. Hát igen, most nem is olyan régen azért egy elég hosszú kórházi procedúrát csináltam, végig döbbenet. Tehát egész egyszerűen elképesztő. Hát szájtátva mentünk Ferivel, és nagy szemekkel csodáltunk meg mindent, és mentünk oda, hogy ez jól látom, hogy az ott jól látom. Igen, hogy szabad-e az az ágy, hogy tudok-e itt aludni én is ma este? Igen, jól látom, hogy ez ott tényleg az. Nem beszélve a kígyókról, amiről reggel beszéltünk, igen, az is helyes. Kis üvegecskékben ezt elmesélted, hogy ott van. Tudják azonosítani, tudod? Tehát, hogy nyilván nem tudod a nevét, mert idegen vagy, de ráböksz, hogy kettes, és már adják is a szérumot. Melyik volt? Kérem, mutasson rá. Az egyes, ami ázik, a kettes, ami ázik, vagy a hármas. Rámutatsz és hozzák az ellenszírumot, de nyilván nem csak ezért volt izgalmas a dolog, de Jánosunk jól van, úgyhogy mindenki tényleg meg tudunk nyugtatni. Trafi van az M7-esen, Nagykörnyizsa felé a 145-ös kilométernél, ezt Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán nézem még gyors, ami elindult, minden rendben. Sziasztok, lasszosok, M5-től Szeged felé a 44-es kilométernél háromlábú figyel, óvatosan, ezt Zsejke küldte nekünk, Zsejke, köszönjük szépen. Van egy trafink az M3-ason a 204-es kilométernél, csak úgy, mint az M5-ös Dabasi lehajtójánál, KZ üzente nekünk, és a Szerémi út felé ne gyertek, Südisz küldte, mert hogy csöppet beállt. Aztán, Anna, ne hagyd magad, mi nők tartsunk össze, a karácsony pont ettől szép és élvezhető, mert minden időben megvan. Én is nagyon igyekszem. Puszi, Gyöngyi. Fiúk, Annával értek egyet, az összes ajándékot megvettem már. Jézus, nem már. Úristen, le a kalappal, igen. Boldog karácsony, Bali. Végre. Igen. Azt mondja, hogy volt még egy, hogy a karácsony ajándék már régen megvan. De mit vagyok, húsvét? Jó fej vagy. Szeretem, igen. Szeretik. Vagy jövünk karácsonyra. Az anyósom már augusztusban közölte, hogy reméli, hogy idén az első napot nála töltjük. Azért, amikor elindul, hova menjen a család, de már augusztusban, mert ugye mindenkinél azért központi kérdés. Nálad ki jön, ki nem jön. Másnap, hova másnap mész, kicsit megsértődik, aki nincs ott első nap, annak rosszul esik, hogy az miért csak harmadnap, szóval nagy káosz van. S tavaly kisfiam az anyósodnál voltatok először, most akkor engem már nem szerettek annyira. Igen. Az anyósom már augusztusban közölte, hogy reméli, hogy idén az első napot nálad törtjük, mert tavaly az én szüleimnél voltunk először. És a karácsonyi zserbó nála már készen van. Én nem ennék belőle 24-én, csak mondom. Igen. Janinak mielőbbi jobbulást, mondjátok meg neki, hogy szedje össze magát, mert számítok rá a tavaszi Elite Challenge-ben. Ó, valami... százezredes úr. Hát ő mi kedvenc barátunk, örülök, hogy hallgatsz bennünket. Ugye, amikor te nem szoktál jönni, akkor Jani szamizdott módon őt elhívja mindig hozzánk, és hát nagyon sok mindent hallunk arról, hogy mi mindent kell ezen az Elite Challenge-en csinálni. Menni fog a Jani addigra. Igen. Főtörzs. Abszolút. Vagy, nem tudom. Na, ígértünk 9 óra utára egy interjút, mert hogy nagyon sokan kértétek tőlünk, és mi azért szeretünk ezen kéréseknek eleget tenni, ha azt érezzük, hogy a hallgatóink irányából van egyfajta érdeklődés bizonyos témák iránt, hogy hívjuk föl ugye a szövetségi kapitányt, és hát jó lenne Dárdai Pállal beszélgetni,
hogy egyrészt hogy élte meg a román-magyart, kettő, hát tulajdonképpen miért vállalta, rengeteg kérdés, folyamatosan jönnek hozzá az SMS-ek, és tegnap mondtam, hogy ma 9 óra után lesz ez a beszélgetés. És küldtek egy nagyon helyes levelet, és elmondták egyébként, hogy nem nagyon szokott ő nyilatkozni, sőt, mitőbb nem is akar, de hogy velünk kivételt tesznek, reméljük, hogy egyébként egyfajta, hát hogy is mondjam, szimpátia alapján. Meg hogy értünk a focihoz, érzi, hogy tőlünk erős kérdésekre számíthat. Az meg a másik, igen, kifejezetten jók vagyunk a magyar futballban, nagyon értünk a futballhoz, mint ahogy egyébként ebben kicsit mindenki. És úgy volt, hogy ő 9 óra nyilatkozik nekünk, kivételt tesznek velünk. Ennek mi nagyon örültünk, és értékeltük ezt a gesztust. Aztán ugye tegnap megszületett ez az eredmény, és ugye nyertünk 1-0-ra, 3 pont megvan, meg, és ez jó. Meg. Talán lehet, hogy kicsit több gólt vártak, meg hogy nem akkora eredmény, de megvan. Minden esetre lemondták ezt a beszélgetést, és azt mondta az MLS, hogy várnának még ezzel kicsit, jelen pillanatban nem akarnak nyilatkozni. Tegyük hozzá a korrektség kedvéért, hogy tegnap sem mondták 100%-ra, csak azt mondták, hogy velünk valószínű kivételt tesznek, mert hogy tudják, hogy sokan hallgatnak minket, kedvelik a műsort, és ez nyilván nekik is jó lenne. Már nem ők, hanem akik hallgatnak bennünket. Ők kedvelik a műsort, de hogy ők is, és hogy velünk kivételt tesznek, és a Morning Show-nak nagyon szívesen nyilatkoznak. Aztán ez megváltozott, hogy minek a hatására, azt egyébként nem tudom, mert hogy az 1-0 is győzelem, se bántani, se meg marni nem akartuk őket, sőt, igen, tényleg, örülünk. Tényleg korrekt kérdéseink voltak. Személyes indítatásból engem például érdekel, hogy ő egyáltalán miért vállalta. Tehát, hogy egy ilyen válogatottnál, ahol azért neki komoly presztízse van külföldön például, és ugye mindenki tárgú szemmel figyeli, hogy most hogy teljesít, neki van a leginkább veszteni valója egyébként szövetségi kapitányként, tehát számomra meglepő volt, hogy elvállalta. Na mindegy, a lényeg, hogy nem tudjuk most fölhívni Dárdai Pált, bármennyire is megígértük, mert hogy tegnap este kaptunk egy levelet, hogy mégsem nyilatkoznak. Nem az lehet, fura, hogy... mert hogy közben győzelemmel zárt tegnap a magyar válogatott, ha most 2-0-ra kikapunk a félelmetesen erős Feröer szigetektől, akkor megértem. De egyelőre lemondták, úgyhogy mi üzennénk az MLS-nek, hogy nyilván nagyon szívesen vennénk, örülnénk neki, és abszolút jó indulatú az érdeklődés, semmiféle bántó szándék nincs ebben a dologban, de ezt ők tudták, hiszen tegnap kaptunk egy elvi igent, hogy szívesen nyilatkoznak. De rendes, szép levelet írtak, vagy ilyen szigorút? Tehát, hogy valami történt. Szépet, rendes, nagyon, kedvesen? Nagyon, hogy igen, hogy tudják, és hogy hallgatják, kedvelik, és köszönjük, és igen, és megpróbálják, és nem nagyon szoktak, de hogy a Morning Show, és a Klassz FM is velünk kivételt tesznek. Aztán gondolom, hogy nem voltak annyira elégedettek ezzel az 1-0-val. És akkor ezért nem nyilatkozik. És ezért nem lehet, hogy az van benne, hogy Dárdai ugye 4 meccsre vállalta egyelőre a szövetségi kapitányi posztot, és akkor ugye majd 3 után akar csak. Ha mondjuk a harmadikat behúzzuk, azért az már egy jó eredmény. Tehát most meg megkérdezt, kivel játszunk. Nem tudom, majd megírják a hallgatók. Jó, ne ássunk magunknak olyan csapdát, amikor aztán egymást lökjük bele szépen, menjél előre, te menjél előre. Nem, csak előre. Te hiszen te ástad, nem, de te fogtad az ásot. Mind a ketten tudunk egymástól olyat kérdezni, amire egyikünk se tud válaszolni. Ennek ellenére azért nyilván Dárdai Pállal mi szívesen beszélgetünk volna. Leginkább egyébként nem csak eredményekről, meg számokról, hanem egyfajta személyes indítatásról, meg hogy tesz egy ilyen ember rendet a fejekben, mivel motivál, hogy motivál. Hát azért sok-sok sorozatos kudarc élmény áll a magyar válogatott mögött, ő azonban mégis vállalta. Úgyhogy ha van lehetőség, akkor beszélünk meg vele természetesen. De lehet, hogy pontra megpúlnak, vagy mondom a harmadik meccs után nem azért 4-3 megnyerünk, vagy a harmadik is egy jó meccs, erős meccs lesz, akkor az már mindjárt szebb az eredmény. Igen. Azt mondjuk, hogy írta Tóth Gábor, ami Gáborunk, SMS-t, vagy üzenetet, nem tudom, e-mail formájában, hogy szeretné Janinak üzenni. Na, a barát, figyelj! Megőrül, imádom, én úgy szeretem ezt az embert. Sziasztok! Reméljük, Jani jól van. Kellene probiotik. És sárgarépa püré pirítóssal. De az hát nem szereti való ez az ember? Hát nem imádni való, ami drága Tóth Gábor. Sárgarépa püré pirítóssal. És főtt burgonya. Plusz C-vitamin. Bocsánat, ez szakmai ártalom. De aranyos, hogy így nagyon aggódik. Nagyon cuki. Azt írta, hogy zabot esznek ők is, vagy a stáb, vagy ez... De honnan tudja, hogy az RTL-es stáb zabot? Tessék? Első kézből utóirat. Tudja. Képzeljétek, az egész stáb nálunk és a csatorna zabot eszik már. A gyártásvezetők, a statiszták, akik egyébként nem tudom mik, mert hogy itt nincsenek. Aha.
és az operatőrök is. Első kézből tudom, írja Gábor. Tehát ebből látszik, hogy mennyire jó az első kéz, hogy statiszták is vannak veletek. Nagyon jó, Gábor. Igen. Szerintem téged egy picit felültettek, én nagyon szeretem. De a gyártásvezető, az operatőr az rendben, rendben van. A statiszták jelen pillanatban nem tudom, hogy kit vagy mit alakítanak, néhány zsiráfot. De hogy első kézből tudja, hogy az a zabmáni, amit ő elindított, és amit én átvettem, és zászlós hajóként ugye meneteltem előre, hogy egyen mindenki zabot, gyerekek, mindenki zabot eszik. Nagyon szép. Mindenki a magyar zabtermesztők az égbe csaptak. Császlóta, köszi Bali. Is, köszönjük Balázs. Köszi Bali, a kereskedelmi csatornák is zabot esznek. Uh-huh. Na miért, drága Gábor, hogy írt üzenetet. Holnap egyébként jön, lesz, és küldj egy sárgalépa pürét pirítós alajának. Főleg, hogy allergiás a sárga pürére és a mogyoróra. Ne küldjél, mert akkor még egy hétig nem engedik ki. Két bogat nem mehet, mindig nekem kell rá figyelni, mogyorót és sárgarépát. Igen, egy-egy óvatlan mozdulat, ki kell, hogy üssem a kezéből, mert ha valamibe belekeveredik, tehát akkor azonnal elvágódik. Úgyhogy mogyoró sárgarépa püré nem annyira jó kombó a János esetében. Gábor, ha hallasz bennünket, akkor azt írd meg, vagy készülj fel holnapra, hogy a sárgarépa püré megelőzésre is jó. Jó, mert most már azt tudjuk, hogy utókezelésre jó, ugye nyilván arra gondol. Már hogy mi együnk egy kicsit? Igen, hogy együnk-e előre sárgarépapürét pirítóssal. Figyelj, napi 2000 g C-vitamin, és megvagy. Igen? Ez a titok? Igen. Jó. 2000. Igen. Milligram. Aha. A gram az picit erősebb. Hát két kiló C-vitamin. Lehet, hogy a vesén azért sóhajtoznak kicsit. És azt a marhasztékből kibírom nyerni a C-vitamin? Nem, az üdvebb fúzom. Abban nincs, jó. Köszönöm. Nézd meg, milyen fit vagyok. Hát látom, hát semmi, ez a reggel 6-tól este 9-10-11-ig való dolgozás, az téged olyan fitté tesz, apa, hogy... Évfél érünk vissza a szállodába, egyébként tényleg? Mert azt szeretném mondani, hogy mielőtt hazamész a gyerekedhez, a csodálatos Benihez, ugye egy napot próbálj már megpihenni valahol. Jó. Jó, átnézem azokat a képes lapokat, amiket ti küldtetek az utolsó nap, hogy milyen, hogy legyen élmény. Na, érdekes hírek, láttak napvilágot, ugye? Állandósulni látszik a farkas jelenlét az empléni állami erdőkben, gyerekek. A társaság vezérigazgatója kedden tájékoztatta az MTI-t, hogy óvatosan a gyermekekkel, jaj, mi az ott biztos macska, felkiáltásuk is túrázásokkal, jaj, mi az ott biztos róka. Kutyus, gyere, megsimogatjuk. Gyere, simogassuk meg a kutyust, hú, de morog, nem baj, ne félj tőle, biztos szereti a gyerekeket. Mert hogy az empléni állami erdőkben visszatérni látszik a farkas. Aha, mert hogy volt. Ezek szerint. Régen, ugye? Ha visszatérni látszik, ezt jelenteti. Tehát régen volt, eltűnt, azt hittük, hogy nincs, és valahonnan visszaszivárgott. Az jó hír. Én ezeket nagyon szeretem. Ez jó. Én ezeket nagyon szeretem, amikor medvét látnak, farkast látnak, kengurút látnak azok, akik kicsit talán túl sokat ittak, de hogy amikor újra a természet úgy tör utat magának, hogy például olyan állatok költöznek vissza Magyarországra, akik egykoron ugye hát tulajdonképpen saját birodalmuknak tekintették ezt az országot. Igen, és itt laktak nálunk, vagy ugye hát a 1920 előtt még mondjuk ugye a Nagy Magyarország különböző tájegységein szintén ugye voltak farkasok, ma már ez kuriózum számba megy, sőt, mi több ki is haltak, de most szállingóznak vissza. Na ez, ez jó? A bajom, hogy 1920 előtt találkoztál farkassal, akkor tudtad, hogy mit kell tenni a farkassal. Igen. Ha találkozol. Most mit csinálsz, ha farkassal találkozol? Azt mondom, hogy edd meg a kicsit. Igen, de várjál. Nem pont így volt, de jó lesz. Meg ők nem értik ezt a nyelvet. De tényleg mit csinálsz? Tehát, hogy eltűnt belőlünk az a készség, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni vadállat támadás esetén. Figyelj, itt érdekes a dolog, mert hogy szerintem a farkas pont egy olyan jobban fél tőled. Aha, de ha sarokba szorítod? Ha sarokba szorítod, akkor bizony támad falkába jön, tehát mondjuk ne rakját üzletnek, ha hallod, hogy vonyit mász fel egy fára. Aha. Itt na például jó. Sokkal durvább a dolog, mert Afrikában és Dél-Afrikában is többen halnak meg egyébként vízilló támadásban, mint más. Mint farkas támadásban. Mint farkas támadásban, vagy mint más állatnál, és hogy a halálozási arány Dél-Afrikában a vízilló támadás, az mint a második vagy harmadik helyen van, ami megdöbbentő. Tehát Magyarországon, Koszorúért, nem tudom, itt a vízilló támadás komoly statisztikákat vezetnek, ugyanis egyszer csak megjelenik előtted, és amit te az állatkertben látsz, hogy nagyon barátságos, lenyel egy kiló kenyeret, és nem tud arrébb lökni, az itt nincs, konkrétan megtámadja az ember. És a víziló támadása évente több százan halnak meg itt Dél-Afrikában. Mennyivel fut egy akkora jó? Be tud gyorsulni, és rohadt nagyot harap. Ott bajba vagyok. Egy farkas? Hát mit csinál? Az elmegy, ha lát téged, nem? Nem, az is tud futni, és rohadt nagyot harap. Szerintem a farkas is rohadt nagyot harap. Nem akkora a szája, mint a vízilónak, tehát egy kiló kenyeret sose láttak még megenni egy farkast egyszerre, de szerintem ugyanúgy nagyot harap ő is. Nem tudom. Nem látom. Hogy fut a víziló elő legyen. Nagyon durván tud futni a víziló, brutálisan megindul, igen. Na, és érdekes, hogy milyen érdekes működik az állatvilág, mert hogy azok az állatok, akik eddig viszonylagosan csúcsragadozónak
számítanak, például észrevették, hogy elkezdtek falkába vagy nyájakba verődni. Tehát több farkas tehát van egyszerre? Nem a farkas, hanem azok, akik ugye veszélyeztetettek. Tehát például a potenciális zsákmány állatok, mint például a gímszarvas. Aha, hogy eddig ezek is szépen eddig ezek, sétálgattak, eddig és most ezek viszont egyedül, összeállnak. Egyedül mozogtak, de hogy elkezdtek nyájakban, falkában mozogni, és elhagyják az ilyenkor használt területeket. Tehát, hogy genetikailag mennyire kódolva van bennük, hogy ők ugye nem találkoznak, de hogy ott az ösztön azonnal összeálltak, láthatóan máshogy mozognak az állatok a farkasok miatt. Szóval azért ez így izgalmas, nem? Hát vagy lehet, hogy valahol van ez kódolva az emberben, vagy mi az a gímszarvasban mondjuk, hogy össze kell állni farkas támadás esetén, nem tudom, igen, de minden esetre érdekes. Na, felhívjuk, ami drága és régen hallott Gyuri bácsinkat, hogy mondja el, hogy mit kell csinálni, mert ő bármilyen állat bukkan föl bármelyik erdőben, mindig elmondja, hogy mit kell csinálni. Hát tudod ugye a kengurúról? Ő már őrzi a románokat, elmondta a kengurút, elmondta a hiúzt, a pumát, mindent elmondott. De hát azért a farka, olyan farkasokról is tud mindent, ugye gondolom, és hát olyan ízesen, olyan jól beszél, hogy meg kell, hogy hallgassuk, hogy mit mond. Gyuri bácsi, itt vagy már velünk? Hello, itt vagyok. Oh, Gyuri bácsi! Hello, Gyuri bácsi, de rég beszéltünk. Hogy vagy? Lehallgattalak benneteket, hogy mit beszéltetek. Na, mondom. Na, de szakmai szemmel jókat mondtunk, nem? Na, jókat, nagyon jókat. Na, de mielőtt belemerülnénk egy kicsit, csak hogy vagy, mit csinálsz éppen, milyen feladatod van, merre jársz, egy kicsit mesélj nekünk. Saját otthonomat építgetem, most kőporozás van, tudod, most egyelőre csak a szigetelésnél tartunk. És ezt a család csinálja, itthon vagyok mostan. De értetek hozzá, vagy csak ez egy ilyen lendület, hogy kőporozzunk egyet, srácok? Valami legyen. Hát majd, ahogy lesz. Hát értünk is, vagy nem is. Láttunk már ilyet, tudod? Na, az elég. Én ezt szeretem benned, hogy ösztönös vagy. Ez egy kis házikó lesz, ami magadnak, vagy a családnak épül? Persze, ez a családi ház. Ó, de jó, és akkor? Jön a tél, szigetelni kell, tudod. Hát, igen, egy kicsit építünk mindig rajta. Amúgy jön egy kis pénzről, akkor rakunk rá. Akkor mindig egy fokozatot halad a ház. De jó, na, ezt örömmel halljuk. Gyuri bácsi, itt farkasokat látnak, és hát nyilván kicsit félkomoly a dolog persze, mert nem gondolnám, hogy az ember most kimegy az erdőbe, akkor azon a három farkas körbeállja, de hogy ugye Telkibánya, Gönc, Három Utat térségében néhány alkalommal már látták ezt a nagy ragadozót. Hogy mit kell ilyenkor csinálni, milyen hangja van, láttál-e már farkast, milyen nyomot hagy? Hát ez hasonló tudod a kutyához, ez a farkas, szép csendes állat nyugodtan, farkába verődve úgy vadászik, tehát többen vannak ők, de általában nagyon szeretik a bárányhúst. Szeretik a bárányhúst, ebben akkor van közös vagyunk. Feriben, így van, mert Feri is nagy bárányhús. Azon a részen vigyázni kell a bárányokra, a birkákra. Ha is kerítéssel védekezel a farkas ellen, ha bárány vagy bárány tulajdonos, vagy valami egyéb van. Tehát te mondjuk egy nagyobb állatnak álcázod magad, mint a farkas, hogy elriaszd azt. Hát annak van, kutyák vannak ellenek, kutyákat szoktak tudod azok, hogy riasszák a gazdát, vagy nem is tudom, hát tehát így. Nem nagyon lehet azok elől védekezni úgy. Már most próbálkoznak igaz villanypásztorral minden, de hát ezek bemennek ott is, hogy helyesek. Az okos farkas átmegy a villanypásztoron. Igen, ha éhes baj van, ha nem éhes, akkor nincs baj. Akkor nem támad emberre nem támad az. Nyilván fél az embertől, persze. És így falkában mozognak? Tehát amikor te járod így az erdőt, és mondjuk ha láttál, akkor így párban, vagy falkában, ketten, hárman hát mennek? Többen vannak, hát nem tudom, Magyarországon nincsenek meg itt annyira elszaporodva ezek a farkasok. Tehát én esetleg egy-kettőre, háromra gondolok, hogyha mégis összejön. Na de várjál, Gyuri bácsi, ha azt mondod, hogy falkában jár a farkas, igen, akkor nem jöhet át hozzánk egy az emplénbe. Érted? Mert akkor falkástól jönnének, nem? Mindig van, amelyik kiverődik a falkából, tudod? Mindig van, amelyik lemarad, vagy kimegyen a falkából. És az ilyenek jönnek át, tehát nem úgy, hogy itt nem jön 20, 30 vagy 10. Nem hiszem, hogy olyan nagy mennyiségbe jöhet. Tehát ez egy eltévedt farkas, csak nem tudja, merre kell hazamenni. Így van. De nem hiszem, hogy... De a túlsóket nem el fog az itt szaporodni, hogyha nem háborgassák. Itt is van kisebb testű állat, jól lakik, tehát el tud a szaporodni hamar.
Aha. Hát ez jó, ennek örülni kell, gondolom. Én hát nem értek a vadgazdasághoz nagyon, de hát nyilván kicsit megborítja ott a láncolatot tulajdonképpen, de hát egy-két farkas régen is volt, szóval ezzel nincsen baj szerintem, ha megjelenik. Ez az épővilág. A gyengébb vadállatokat kiselejtezi, nem? Tehát akkor még jól is járunk vele, egy természetes karbantartót kapunk, aki ugye gondoskodik arról, hogy jó legyen a vadállomány. Mert a gyengét, a beteget elpusztítja. Így van, így van. Na jól van. Mi újság a románokkal, vigyázol ránk? Őrződőket, viszedőket jönnek most át a határon, nem jönnek, kell-e rájuk figyelni? Figyelem a hátizsákosokat. Azok nem jönnek még most nyugodtak. Most nyugodtak? Mikor mozognak a hátizsákosok, Gyuri bácsi, hogy mozognak? Hát most már megjavultak. Szeretik a műsort, hogy benne akarnak inkább maradni, mint hogy kizárjuk őket, tudod? Igen? Románok is megszólítottak már. Tényleg? Hogy jó a műsor, Gyuri bácsi, jó a műsor. Komolyan? Tényleg hallották, hogy te nálunk beszélsz, és szóltak neked, hogy jó a műsor? Így van, hallják, hallgassák ezt a műsort. Híres lett. Na jó van, azért te vigyázzál, figyeld őket továbbra is. Tehát bármikor hívunk, te mindig mondod, hogy figyeled őket, hogy mi a mozgás a határon, ma nem mozgás, azért tessék ébernek lenni. Jó? Hát, kezdenek alkalmazkodni mi hozzánk, rendesek nagyon. Nincs hátizsák, nincs kósza kenguru, nem csinál senki semmit a határon. Jó, Gyuri bácsi, hát te vagy ott mi, ami szent tulajdonképpen, úgyhogy neked nagyon kell ott figyelni. Ott mi újság felétek? Mi újság? Ott van vadállat? Állatok? Itt, hogy Gyuri bácsi, itt csak az van. Hiénafalkákkal találkoztam, elefánttal, orszarvúval és zsiráffal. Bizony, mi most ki vagyunk Dél-Afrikában, ezt nem biztos, hogy hallottad, vagy hallgattál minket, de most egy picit messzebbről rádiózunk. Tudtad, hogy mi ki vagyunk? Azért kérdezed? Tudom, azért kérdezem, tudom. Hát akkor most tegény Janikának ajánlok egy orszarvút. Ahova? Nem, hogy nem itt jó daganata van neki. Az meggyógyítaná, hát szegényeket itt egyébként bántják meg, lefűvészelik, igen, mert hisznek benne, hogy mindenféle jót okoz. Tetik, akkor bevizsgálja az országot, tudod, nem? Legalább. Igen. Itt kígyók vannak, meg pókok. Tessék? Kígyók vannak, meg pókok, amik egyébként a legveszélyesebbek. Igen, de akkor ugye van, aki vigyáz rátok, nem? Hát ilyen helyi Gyuri bácsink nincsen. Sajnos hiányzol ám, ez ilyen helyi erő nincsen igazából, akit el tudná nekünk mondani, hogy mire vigyázzunk. Próbálunk magunkra, hát látjuk, milyen eredménye. Igen. Na jó van, Gyuri bácsi, vigyázz ránk, jó? Vigyázz magadra, ha bármilyen állat bukkan föl, mi tudod, hozzád nyúlunk, téged hívunk, és imádunk, szeretünk, jó? Jó munkát neked. Jó kőporozást. Szép legyen a ház. Épp lesz, sziasztok, hello. Szia, Gyuri bácsi, hello. Köszönjük szépen. Na, megint megtudtuk, Falkában járt, tehát ha egy átjött, akkor az visszamegy, de ha itt marad, akkor jön a párja, és lesz gyerek, és lesz farkas megint az emplémben. Vagy nem. Egy, vagy nem. Hát körülbelül én ezzel szeretek, Gyuri bácsi, beszélgetni, igen. Fél tíz múlt pontosan, 8 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Maya ho, money show. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 3:10 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, minden morning show hallgatónak. Hello Feri, hello. Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk, ma jó sok témánk volt. Egyrésztről azt kezdtük boncolgatni, hogy milyen jó, hogy az ember itt megtartsani készülődést. Legalábbis én, nekem ez meglehetős érzékeny pontom az október elején kijegyzett zselé szaloncukor. Aztán kiderült, hogy picit talán egyedül vagy ketten maradtunk ezzel, mert háziasszonyok százai írtak SMS-t, hogy na menjünk mi a francba, nekik ez egy ünnep, és ők ezt várják egész évben. Az ünnepet mi is várjuk, bocsánat. Így van, hogy ugye? De ez nem ők arról már szól. A fölkészülést is ünnepnek érik meg. Tehát igen. Anna egyszerűen ragyogott, és a föld felett jár. Igen, tehát Anna otthoni fürdőkágyában már úszkál a hal, ami december 21-én bevégzi majd, és ők laborban zuhanyoznak, hogy a hal jól érezze magát. Anna is bekapcsolódott a beszélgetésbe, elmondta, hogy már pedig ez nem így van, és igen, és készüljünk, és kezdjünk el október közepén
kis csomagoló papírt vásárolni, meg szaloncukrot vásárolni, ajándék, ajándékot. Hát szalvéta. Számomra ez teljesen érthetetlen, ugye két napja egy 26. Kicsit fura a kellemes karácsonyi ünnepeket táblát olvasni, hogy ez itt nincs kint, és arról beszélgetünk, hogy otthon vajon mi a helyzet, hát hallgatóink is írtak SMS-t. SMS-eket, hogy rengeteg helyen már szaloncukor, szalvéta, barkácsáruás, sőt, mi több találtunk olyan helyet, ahol áll a karácsonyi fenyőfa. Hát az, na, korai, az szerintem azért az picit túlzás, erről beszélgetünk. Valamit ugye a Jánosunkban nem volt, kórházba került tegnap, ha minden igaz, akkor, és minden lelete jó, akkor már is te már kiengedik. És arról beszélgettünk, hogy magyar fejjel milyen elképesztő látni, hogy hogy működik más országokban, ráadásul hogy olyan országban, amifelé azért nekünk is volt némi prekoncepciónk, maga az egészségügy. Bizony. És hogy hát, szóval, hogy elképesztő az a szolgáltatás, ahol tényleg mindenhol így kellene lennie, hiszen te vagy a beteg, te vagy a kiszolgáltatott, ráadásul fizetsz is azért minden hónapban azért, hogy az egészségügy így működjön, de hát itt valami hihetetlen állapotok fogadtak bennünket a kórházban. Az, hogy pálmafák vannak, az egy dolog, az egy földrajzi ágám, ami a kórházon belül volt, nem, és nem csak technikailag, hanem... Igen, igen, és tényleg azért érdekes benne a dolog, mert mielőtt elindultunk, ugye főleg én paráztam a helytől, erre mondjuk ti okot is adtatok. Jó, hát kicsit, igen, én igen, toltátok a dolgot, persze. És gyakorlatilag minden megdőlni látszott, a kórházat ugyan nem akartam belülről megnézni, de tegnap én voltam Jánossal estig, úgyhogy volt szerencsém látni, és tényleg fantasztikus. De ennek benne egy ember nem örül, hogy a Jani kijön, a Zsül, aki a ő szobájában aludt tegnap éjszaka, de ezt ne áruljátok el a Janinak. Igen. Végre körül, külön aludhatott a Gyulától. Viszont ugye Jánossal ez tegnap egészen hirtelen, hál' Isten ott voltunk mi is, hogy nem tudott a szobában elpakolni. Nem csináltatunk egy kártyát, megyünk be a szobájába és nézzük meg, hogy valójában zoknik lógnak-e. Itt a kártya! A Vikinél van a kártya. Én is kértem tegnap egyet, a 343-os a szobája. Alá kellett írnom mindenféle papírt, hogy nem akarok betörni, mellette lakom, higgyék el nekem, csak az útlevele kell. De hogy van kártya. Menjünk már be. Gyerekek, én nem láttam még egyébként ventilátorról lógni, meg lámpáról lógni. Fotózás, fotókat akarok Instagramra, vagy mi az. Aztán tegnap meg így értem, csak János egy huszárvágással áthúzta ezt a tervet, hogy fotózzunk, mert bedobott egy egészen más típusú műsort, ahol nem volt időnk az oknikkal foglalkozni. De hogy... Jó, és úgy csináljuk, hogy nem szólunk neki, és legyen meglepetés a számára, amikor viszont látja a Facebookon a szeretnék képeket. Mutatni az Instagramon neked egy fotót, a szobádban készítettük, kor dokumentum, hogy a 20 kunás mosás helyett ugye kézzel szárítod az okniírat, nézd milyen szép fotón keresztül. Igen, jó, csinálunk. Tegnap már ígértem, csak ugye nem jött össze, de megcsináljuk. És vagyunk Instagramon is egyébként, Klassz FM Morning Show tudtok megtalálni, ami a Facebookra nem kerül föl, ezt én szerkeztem, csak és kizárólag rólam vannak képek. Nem... Ilyenek vannak a balirat. De tényleg más típusú képek egyébként. Jani az utolsó képe, hogy áll a, azt hiszem a tűz közelben. Úgyhogy bemegyünk? De. Persze, adás után csináljuk meg, és menjen fel az Instagramra. Jó. Na csak jönnek az információk Janival kapcsolatban, hogy ugye ő bedobálta a ruháit a hátizsákba, mindenki, illetve pontosabban Viki bedobálta a ruháit, te jöttél vissza a szobába, én közben próbáltam útlevelet szerezni neki, te ugye ott voltál a helyszínen, mindenki csinált valamit, és hogy ma már annyira jól van, hogy teljesen ki volt borulva, hogy miért nem élére hajtogatva tettük be a ruhákat a hátizsákjába. Úgy, ami tegnap fél sok hatás előtt egyébként remegő kézzel pakoltunk bele a hátizsákjába, mert azt se tudtuk, mi, hol vagyunk, meg mi történt pontosan, meg mi van a Janival. Ma már ezen kiborult, hogy képzeljük, hogy milyen cuccut viszünk neki, hogy nincs élére hajtogatva az ő pulóverbe, az ő hátizsákjában, mert ugye személyes cuccot kellett összerakni neki a kórházban. Legalább, Jani, legalább volt este dolgod, elütötted az időt. És hogy és leszúrt azért, hogy miért ezt vagy azt a pólót tette be. Meg az alsógatyát azt nekem is mondta, érted, a Viki tényleg berohant a szobába, amit talált összeszedett, kibontotta a kis csomagját, van nagyon jó minőségű alsó nadrágom is, jó? Mondta, igen. Ezt mondom, Jani, igen, az én szobámban. Ja? Igen, hogy konkrétan. Ez neki a sportoló alsója. Ja, hogy finoman még le is szúrt minket, igen, hogy miért hogy azt tettük be. Igen, hát látta volna, hogy milyen sok hatálás alatt vagyunk, igen. Na mindegy, szóval, hogy már jól van. Ez már azt jelenti, a kórházi ágyon hajtogatta a pólóit. Mert hogy az nem... Tező. Teljesen. Jól van, tényleg teljesen, jól teljesen, van. Teljesen eszement, igen. Na, mutatjuk akkor, hogy miről beszélgettünk ma reggel. Ugye a kórházról és a karácsonyi ajándékokról ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan fél tízet akartam mondani, de nem, az már nem. Az már nem, gyerekek. 3 perc múlva pontosan 10 óra, igazi háziasszony, nem? Tipikus. Anna, gyere, mi a férfi mentalitást hoztuk majd az utolsó pillanatban, Anna pedig a minden legyen meg, minden legyen kész, legyen szép az ünnepi asztal, máshogy vannak kódolva egyszerűen. Tehát... Viszont ott rend van. Rend van és fegyelem. Nála és a Janinál. Igen. Neki tűnnepeket, Csabi. Csabi! Neki tűnnepeket. Szevasztok!
Karácsonyra igen, annyira fáradt vagyok. Nem, annyira fáradt vagyok, hogy körbenéztem, hogy honnan jön a hang. Végül csak 5 éve szólasz meg itt 10 óra, akkor én még nézek balra jobbra, hogy Jézusom, ki énekel. Aha, lehet, le kell feküdnöm egy órát. Mi újság, Csabi? Hát figyelj, jobbulást kívánok Janinak, ő egy igazi hős. Átadjuk. Átadjuk. És hozok neki egy dalt, amitől biztos, hogy jobban lesz egy jó kis AC/DC-t. Jó, majd küldjétek el nekem. Az jó. Az jó. Elmondjuk neki. Jobban azt tettél volna, egy Shy Guys nótát hozol, szerintem az a jobban kiborult volna. Hamarabb föl kell, az hamarabb biztos. Hamarabb fel kellett volna, de átadjuk. Átadjuk neki. Voltál futni, sportolni? Minden voltam okay? Ma futni, így van. Most Janiért is szorítottam, egész Magyarország érte szorít, hogy jobban legyen, de hát azért halljuk de a híreket, hogy nincs olyan nagy baj, ugye? Tehát már visszatért lesz a humorérzéke, már osztja a népet. Már nincs, igen. Igen, jobban van egyébként, tényleg, ha minden igaz, és nem rendetlenkedik, és tud normálisan viselkedni, akkor egy óra kiengedik. Ha nem, akkor elviszik tükrözésre. A viselkedés alapján lehet, hogy még bent tartják, mert nagyon rendetlen. Csak baj van még ezzel a fiúval. Upp! Igen. Na, jól van, milyen, ja nem, hát még a napolgatóját hívjuk. Persze, Anna már tárcsáz, úgyhogy magához ragadta. Hogy állsz a karácsonnyal, Csabikám? Megvan már karácsony ajándék? Nagyon szégyellem magam, de nekem semmi közöm a karácsonyhoz. Tehát én a hátteret én biztosítom. Én szeretem, hogy te ezt így a hátteret biztosítom, ha érted, mire gondolok. A kest. Értem, igen. Van. Helyes. De 24-én mindig nagyon meghitt tudok lenni. Nagyon szeretem. Azt én is. Picit sírsz a fa alatt. Ez a megkérdezni, hogy berúgsz egy üvegrumtól és ordibálsz az erkélyen? Nem, akkor pont nem ordibálok aznap. Ja, de különben egy állat. Az bizony. Az. Jó reggel! Hello, nem írtad alá. Henny vagyok. Henny? Hello, Henny, igen. Csak egy H betűt küldtél, nem tudtam eldönteni, hogy ez a smiley ilyen része, mint száj, vagy az a te neved, mint H, de akkor az ez is, meg az is. Így van. Na, hát nagyon szeretem, ha női nap hallgatóján van, az mindig olyan jó, nem? Csajok ritkábban lesznek, igen. Ugye a karácsonyi vásárlásról beszélgettünk, és azt írtad nekünk, hogy korai, ilyenkor még a karácsonyi készülődés, egyetértek veletek annak ellenére, hogy most sült ki az első adag mézes karácsony. Így van. Ez komoly egyébként, tehát különleges konyhát, de különleges oka van ennek. Megmondom őszintén, kelléknek készül. De olyan furán jött ki, hogy pont erről beszéltek. Karácsonyi fotózáshoz készülnek. Hát akkor miről beszélgetünk? Bizony, tehát nem mentek ez. Vissza is vesszük ezt a címet. Vissza is vesszük. Azt hiszem humorizálsz. Mondom, te vagy hívni az én emberem. Hát nem mentek ez ősz. Karácsonyi fotó. Készülni ebből több adag szerintem, mert gyerekeim is imádják. De jól jött ez ki, hogy ti is pont erről beszéltek, és amúgy nem szoktam még ennyire korán hangolódni, de ugye ilyenkor nem tud az ember nem hangolódni. Tehát azzal én sem értek egyet, hogy még a mécsesek ott vannak a vacokon is már a Mikulások mellette. Igen. De most pont így jól jött ki. Na jó van, te is árulod a mézes kalácsi tegyet. Oda dobtad magad. Fotózás, aztán... Hívlak majd Henny és dumcsizunk, jó? Henny, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgat. Köszönöm szépen. Köszi, sziasztok. Ciao. Hello. Hello, hello. Na jó, a Csabi kámra megzenéd lesznek? Ha már karácsonyi hangulatban vagyunk, akkor ajándékozni szeretnék. Folytatódik a Kylie játék. Ugye Kylie a budapesti koncertjére lehet páros belépőt nyerni, CD-t, posztert, sőt, egy szerencsés klassz hallgató még személyesen találkozhat is Kylie Minoggal. Ezen kívül ugye a beígért Janinak beígért AC/DC dal, és egy klassz lágere Calvin Harris-től és John Newman-től a Blame. Ezeket ajánlom. Nagyon menő. Jól van. Csabi, a kívánságműsorral 555-55-00. Ez a telefonszám, ha szeretne tőle valaki dalt kérni. Mi pedig holnap, hát holnap remélhetőleg már hárban. Ha ma kiengedik, akkor jön. Lehozom ide a kis ágyikóját, majd fekszik. Így van, én tartom az infúziós állványát. Ahogy azt már megszoktuk. Ahogy azt már megszoktuk, igen, mert nekünk kellett tartani egy ideig, úgyhogy ebben már rutinosak vagyunk. Holnap jövünk hárban, szép napot mindenkinek, szevasztok! Ciao, ciao. Ez volt már a Morning Show.